semleges térfél. Szurkolók a magyar fociról feketén-fehéren. Találkozunk minden vasárnap élőben. Keresd minket a Facebookon és iratkozz fel a Semleges Térfél YouTube csatornájára. Sziasztok! Házelnöki bajszom által rám ruházott hatalmamnál fogva megnyitom a mai Semleges Térfél adást. És az legelső közlendőm, és a továbbiak pedig résztvevők, Emődi Zoltán, amíg élek én. Sziasztok, hajrá, Józsör! Krisz Zalaegerszegről. Sziasztok, szép estét nektek, hajrá Zete, hajrá Kékfehérek. Bedő Norbert egyébként, magyar hangja. Igen. Ember Norbert, ember piros-kékben. Szevasztok, hajrá videótól, jó estét neki. Szóval a Fehérvárról, Balázs Juvefan, lokomotívblog.hu. Üdvözlök mindenkit, és hát a háttérben szimbolikus jelentőségű vonatbalesetnek lehetünk szemtanúi. Reméljük, hogy lesz még előttünk sín pár az elkövetkezendő hetekben. Kolárik József, balaganjo.blog.hu. Sziasztok, hajrá Ferencváros! Én magam pedig Fürjes Szabolcs vagyok. Újpest 1885.hu szerkesztőjeként. Nos, hát srácok, én most nagyon demokratikusan azt mondom, hogy mivel kezdjünk. Szerintem egy kis várda mezőköves, de az bemelegítésként jó, nem? Mert majd nem tudom, hogy kit érdekelt ez a mérkőzés. Egyébként nem volt feltétlenül rossz ez a mérkőzés, de azért nyilván van véleményetek. Én elsősorban a Zolit kérdezném meg, hát mégiscsak mondjuk legalább megyei szinten azért érintett. Gyerekek, hát mit mondjak? X-eltek, én abszolút azt gondoltam, hogy a Kisvárda lenyomja majd a mezőkövesdet. Nem mondom, hogy nem próbálkoztak, de valahogy nem volt most ez olyan átütő. És hát ugye, aki látta, az tudja, hogy Goszi barátom megsérült. Achilles inszalag szakadása lett, nem rúgták meg semmi, hanem egy rosszat lépett, és így szakadt meg szerencsétlen, úgyhogy még aznap este meg is műtötték, beszéltem vele, otthon van. Decemberig valószínűleg nem nagyon fog futballozni, úgyhogy ez biztos nagy érvágás a Kisvárdának, ráadásul ő is adta a gólpaszt. Úgyhogy innen is jobbulást kívánok neki még egyszer. Hát nem tudok sokat mondani róla. Most ugye a múltkor beszéltük, hogy a mezőkövest kipukkadt, vagy nem pukkadt ki, ebből most nem tudtuk meg igazán, de úgy látszik, hogy van még benne egy kis levegő. Nem eresztett le teljesen. De ugye beszélgettünk a kiesőkről, meg minden, én továbbra is azt mondom, hogy a Kisvárdát szerintem nem nagyon veszélyezteti ezt, hogy kiessen. Tehát van benne potenciál, még hogyha egy-két meccset esetleg elbuknának, akkor is szerintem van erejük arra, hogy kicsit rátegyenek még egy lapáttal. Egyébként az Insta adatok alapján is azt látom, hogy itt nem sokkal, de azért jellemzően kisvárdai fölény mutatnak a számok. Hát persze ez csak egy nézőpont, mint tudjuk, mert azért bőven előfordul az, hogy a rosszabb adatokat produkáló nyeri meg a mérkőzést. Ezekkel a számokkal sajnos vagy nem sajnos nem mindenki fejezhető, de azért látszott, hogy minimum pariba volt a két csapat, és itt egyébként ez a, most nem tudom, kit kérdezzek, mert látom, hogy annyira nem hoz tűzbe titeket ez a mérkőzés. Amennyit láttam belőle egyébként, nekem meglepő volt a Kövesnek a kezdője, tehát hogy azért ott kulcsemberek kimaradtak, például Zivzivadze, nem tudom, most ez a fáradtság miatt volt egy kis rotáció, vagy mi miatt, de hogy például Takács Tamás kezdő volt, tehát hogy ez így what the fuck. Igen. Ezt így nem tudom mire vélni egy dobogóért hajtó csapatnál, ahol sokadik számú csatár, de ott összességében a végén még ugye volt a Kisváránál egy kiállítás, behúzhatták volna, de nagyon nem éreztem, hogy benne van ez. Egyébként Takács Tamás azért lehetett kezdő, mert ugye mostanában a koncertezni még nem lehet, bár futballmeccset lehet rendezni, és hát koncertje nem volt, akkor most játszott, de Krisz kért szólt.
Én azért figyeltem az, legalábbis a meccset csak utólag néztem vissza egy-egy jelenetét, de a meccset figyeltem legalábbis az eredményt. Számunkra azért nézem, hogy mit játszik a Kisvárda, mert nekünk azért elég nagy riválisunk. Nem lepett meg engem a Mezőköves fölállása, mivel muszáj volt nekik frissíteni, mert látszott, hogy az alapcsapattal az elmúlt mérkőzéseken nem játszottak azt a friss jó játékot, tehát kellett a változtatás szerintem. Tényleg innen is Gosztonyi Andrásnak jobbulást kívánok. Sajnálatos, hogy ebbe a túlzott mesterhelésbe ilyen sérülések jönnek össze, de hát igazából kimondhatjuk, hogy erre számítottunk, hogy lesz egy-egy nagy áldozat. Mellette ugye a támadósorból Bumba is megsérült, aki a elmúlt meccsek legjobbja volt Kisvárdában, valamint Kovács Réti, aki szerintem az egyik legtehetségesebb magyar fiatal, őt pedig kiállították. Nem mondom én is, hogy a Kisvárdának kiesési gondjai lehetnek, de ez a három ember előről, legalábbis a Fradi meccsen, illetve utána ellenünk, mivel jövő héten velünk mi fogunk utazni Kisvárdára, meglátjuk, hogy ki lesz ott, támadójátékból ők azért hiányozni fognak. Én azt gondolom, a Mezőkövesd és a Fradi, az a két csapat, egy kicsit előre menve már, aki az egyik a Mezőkövesd, akit azért a média úgy hozott le a szünetbe, ebbe a három hónapos szünetbe, hogy a Mezőkövesdnek megvan a harmadik hely. Ők szerintem már elhitték, vagy legalábbis fejben már nem koncentráltak arra, és látszik, hogy a kupa nem sikerült nekik, és utána már nehéz ezt fölszívni magukat, és egy kicsi kis szünet, vagy egy kicsi kis kihagyás, és látszik, hogy nehezen jönnek vissza abba a formába, amiben voltak. Én szerintem ugyanez a Fradi esete is, akinek megint más zsebben az arany. Én azt gondolom, én azt vártam, hogy egy győz a Kövesd, egy-egy lett, nekünk nem rossz eredmény ez, jövő héten meglátjuk, hogy ellenük mi lesz a Kisvárdának. Egyébként én egy kissé javuló játékot, mintha látnék náluk, tehát azért csak vissza fognak rázódni. Hát majd meglátjuk persze ezt azért, hogy hogy alakul, de Norbi szeretne hozzászólni. Igen, én mindenképpen szeretném kiemelni a Dombolka a teljesítményt, ami ismét nagyon jó volt. Kisvárdai kapuban, én úgy gondolom, hogy megtalálták szerintem megfelelően a korábbi brazil Felipe utódját, szerintem nem nincs olyan probléma. Ugye, és lehet, hogy jobb a fogsora is például. És valószínűleg a fogsora is jobb. Nem tűnik át fél évre. Jól védett, a végén volt egy óriási védés, amikor az Ivzivácinak volt egy zicsere, de én már a korábbi adásban is mondtam, én ezt érzem már nagyon a Honvéd, ez a Honvéd nagyon elfáradt szerintem. Honvéd, Mezőkövesd, bocsánat. Mezőkövesd nagyon elfáradt már, tehát a Honvéd elején meccs óta teljes homály. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben a sztoriban ennyi volt Mezőkövesd, de lehet még lesz 3 pont vagy 6 pont, de én úgy gondolom, hogy szerintem ez a csapat az erőforrás, hogy végére ért, és amint korábban is mondta, azt most is tartom, én szerintem a Diósban fog futni a harmadik helyre, de aztán majd kialakul. Na Józsi, akkor erről mi a véleményed? Én szerintem nem kondicionális, hanem emocionális probléma van, mert ők nagyon-nagyon akarták ezt a kupát, és hogy nem jött össze, nehéz őket most motiválni. Biztos vagyok benne. Ugye aranyért folytatott harcba, mert ugye a Tóth Laci még azt is mondta, hogy még azért az is megfordult a fejükben, hogy akármi is lehet, de nehéz úgy motiválni, hogy tehát a bajnokság sem megy úgy nekik, a kupa se jött össze, és azért egy ilyen kis csapatnak azért, hát nem tudom. Szerintem én biztos, hogy úgy volnék vele, hogy minden mérkőzés az NBA-ben ajándék, mert szerintem nem sokáig lesznek itt, és ezt nagyon-nagyon meg kéne becsülni a játékosoknak is. Én egyébként azt vártam, hogy a Bódog Tamásiknak a csapata simán lelépi őket. A Tamás egy nem kis szint vitt oda Kisvárdára, sajnos oda, úgyhogy hát mindegy, ezt vártam volna, de mondom, hogy szerintem mentális problémák vannak. Hát az aranyérem nem lehet, meg maximum az aranyér, de Zolit hallgassuk meg. Mezőkövesdi hír, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Mezőkövesdi kézilabda csapat NB2-be fog indulni, mert hogy az NB1-es licencet azt nem nyújtották be. Igen. És ez mondjuk elég fura Mezőkövesden szerintem, mert ott a kézilabdának sokkal nagyobb hagyománya van, mint a focinak, és hát úgy látszik, a kézilabdára nincs pénz, a focira van. De hát szerintem Hugh Abrand azt hinni, hogy aki kézilabdát szerette, az ezek után foci meccsre fog járni. Tehát... Eddig sem nagyon jártak oda Tóth Misiék, a Magico Ultras,
tehát nem nagyon jártak futballmeccsre. Ott valahogy az a labdarúgás az nem tud meghonosodni. Ja, ahogy az Oli is mondta, hagyományai vannak inkább a kézilabdának, annak viszont elég komolyak. Hát lehet, hogy annak idején egyébként csak a benzin lett olcsóbb, és a gázolaj pedig azon még emeltek is, tehát lehet, hogy ezek ilyen alapon működnek ezek a dolgok. Az iparűzési adó. Soha nem tudhatjuk. Hát igen, az iparűzési adó. Erről egyébként a századelő örömlányai tudnának mesélni. Nekem erről a kifejezésről mindig ez jut eszembe. De hát hagyjuk is ezt. Na, hát ugye azért, hogy is mondjam, nem költözött nagy power a szívünkbe ettől a mestől, de ez egyébként nem annak köszönhető, hogy most itt nincs képviseltetve semmelyik csapatból szurkoló, hanem leginkább annak, hogy pillanatnyilag sem a Kisvárda, sem a Mezőkövesd helyzete nem különösebben érdekes, egyébként meg maguk a csapatok se, megmondom őszintén, de ez egy teljesen más kérdés országos szinten szemlélve, mert nyilván Kisvárdán és Mezőkövesden lehet ez a legfontosabb dolog a világon, ezt én nem kétlem, plusz a kézilabda, de ez egy más kérdés. Na, és akkor ugorjunk egy másik mérkőzésre, ahol én azt vettem észre, hogy a vendégcsapatnak, legalábbis a szurkolóinak még akkor is fontos volt ez a meccs, hogyha Metuti biztos kieső, a másik oldalt nem nagyon hallottam, viszont a másik oldal a hazai csapat nyert. Egyébként úgy, hogy igen, csak meg kellett szenvedni ezért a győzelemért, a tök utolsó, tök biztos kieső ellen, és úgy, hogy egyébként az előző fordulókban a Fradi ellen meg így jól teljesítettek. Na, szóval akkor itt meg akkor hogy van? Vagy mi van? Vagy mi történik? Nyilvánvalóan egyébként papírforma végeredmény, azt tegyük hozzá. Balázs. Igen, engem becsapott ez a Kaposvárzete meccs két hete, mert én azt gondoltam, hogy az a 0-6 az innentől kezdve, akkor azt jelzi, hogy mindenki átgázol majd a Rákócin. Nagyon azt mutatta minden jel tényleg, hogy teljesen szétesett a csapat mentálisan is, meg minden, hogy így a kiesés közelében, és hát ehhez képest ugye pontszerzés nálunk, most kis ilyen pontszerzés felcsúton. Tűnik, hogy azért olyan könnyen nem lehet őket megverni, igen, már Zoli itt írja is a chatbe, hogy lehet, hogy volt azon a meccsen valami, azon a Zete meccsen. Erre Krisz azt mondja, hogy hagyjuk már, de majd lesz még ebben a fordulóban is olyan meccs, amire majd mondhatjuk, hogy hagyjuk már, de Minden esetre érdekes, érdekes dolgok vannak itt. Hova gondoltak, fiúk? Hova gondoltak? Jó, Nordi, de a tipmixére kerül. Hát ez a meccs is, gyerekek, hagyjátok már. Gyerekek, nem véletlenül van rajta minden mezen a tipmix, nem vicceljétek már. Azért valamit csinálni is kell. És milyen fura, hogy csak a Vitinél, meg a Fradinál nincsen óriási nagy szponzoráció. Pedig hát a Fradinál is lehetne. Nem, hát ott csak pénzbeli hozzájárulás van, de nem kell reklamozni. Mármint, hogy rajta lehetne a mezőn. Az az extra, tudod? Vagy... Hát, de egyébként, hát ez a meccs, gyerekek, mi volt őszintén? Hát felcsút, mennyi helyzetet kihagyott, basszus? Fél szezonra való zicser kihagytak. Hát nem lehet egy szórakozni. Hát ez a gol-gól gyerek is... Ez... Figyelj, te klasszikust igézek, kérdezzétek meg nevecséget. Nevében van benne a gol-gól. Hát nem tényleg, hát a Gyurcsó szerintem próbálkozott, erőlködött, de Knezevics miket kihagyott, te Jézusom, gyerekek, ahogy a Zoli mondaná, nagymama, járok előtt, szek, minden berúgná, érted? De amúgy igazad van, mert Gyurcsó csak erőlködött, amúgy. Tehát, erőlködött, nem játszott jól a Gyurcsó, nem játszott jól, és az hagyjál, hogy nem játszott jól, az egész Puskást úgy éreztem, mint egy kicsit demotivált lett volna erre a mérkőzésre. Úgy is mondanám, csak a mezek mentek ki erre a mérkőzésre, és végül a mezek behúzták egy óriási fordulattal a végén, mert hát követtük élőben az egyik fogadási portálon az otcokat, mert kíváncsi volt a barátnőm meg én is, hogy hát mi lenne, ha most nyerne a Kaposvár, így viccből megnéztük a 88. percbe, és hát képzeljétek el, hogy a Kaposvár otca hirtelen így 21-esről fölugrott 51-re, még a felcsút 7-50-ről hirtelen leesett 3-50-re, na, ekkor tudtuk, hogy itt valami lesz a végén. 2,5 perccel később érkezett is a gól. Nem akarok semmit mondani tényleg, de úgy gondolom, hogy azért ez a meccs, ez tényleg... Hát már mondtál. Mindegy, nem, tehát én nem akarok, mert lehet, hogy nem is, csak tényleg így jött ki, de a második fél statisztikáját nézve itt gólokkal kellett volna nyerni a felcsútnak, és nem a 90+1-ben egy beszerencsétlenkedett
nagy szenvedések árán betuszkolt góla, mert a második fél időben a Kaposvárnak momentuma nem volt. Rúgtak egy szögletet, azt hiszem 89. percben, de ezen kívül momentumuk nem volt. Szurkolói kellett le a kalapba, az a 100 vagy 80 ember előtt, aki elment, hát hatalmas. Tehát tényleg egy fix kieső csapatot ennyire elkísérnek, le a kalapba előttük. De gyerekek, hogy olvasok már be egy kommentet, Henti miért nem játszik a Puskásban? Haver, itt a szlován pozsonyban játszik már azért. Ennek, nem maradt el az átigazolási hívet. Igen, ennek egyébként sok oka van, hogy a Henti nem játszik ott. Én tudnék erről mesélni. Na mindegy, hát valószínűleg egyébként a Pozsonyban sokkal több elrontható zár van, mert Magyarországon sikerült jó sokat tönkretennie. Valószínűleg most ott folytatja a tevékenységét. De hát még ott közbejtett még egy országot. Hát most így mit tudom én. Egyébként nem tudom, mi az ő nationality emi, de hát mindegy is, hát gyakorlatilag szerintem én azt hiszem, hogy ő egy külön állatfajta, tehát hogy így szerintem nem is érdemes említeni. Viszont azért akkor kijelenthetjük, hogy a felcsútnak, mint hogyha nem lenne fontos az, hogy adott esetben Európában megméresse magát? Ez nem igaz szerintem. Ez nem igaz. De jó, csak most kérdezem. Én szerintem nem igaz, viszont én nem ezzel kapcsolatban akartam hozzászólni, de már úgy van, akkor elmondom, hogy ugye a fél időben Waltner Robi kiment a kaposvári szurkolókhoz, nem tudom, mennyire olvastátok, vagy hallottátok. Volt róla felvétel is. Igen, a szurkolók az első fél időben végig a Rákóczi ügyvezetőjét, Illés János szidalmazták. Most ezzel kapcsolatban igazából nem ismerem a kaposvári helyzetet, nem ismerem, hogy ki miért felelős, viszont ha csak ennyi pénz van Kaposváron, és csak ennyit tudnak beletenni, akkor szerintem örülni kell, hogy van foci Kaposváron. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy dolgot hajtott végre a Kaposvár, hogy ennyi idő alatt visszaküzdötte magát az első osztályba. Szerintem így is le a kalappal a Rákóczi előtt. Ennyit tudnak, szerintem ezt az év elején is, aki reálisan látta Kaposváron a dolgokat, tudta, hogy valószínűleg ebből egyből kiesés lesz. Szerintem nem helyén való, hogy most a szezon közben csinálják ezt. Lehet, hogy van más a háttérben, én ezt nem tudom, nem ismerem a kaposvári helyzetet, de azt gondolom, hogy tényleg nagyon szép, hogy elmentek ennyien, szurkolják végig a meccset, ahogy a második fél időbe tették, és akkor ez teljesen szép. Zoli? Itt nekem eszembe jut erről az, amikor nekünk Kövesden odajöttek a biztonságiak a meccs elején, és mondták, hogy aki Tálai cigi, az ki lesz vír a stadionból. Hát, hogy itt van egy ilyen, valamilyen szintű ilyen kis cenzúra a stadionokban, úgy látszik. Azt ne felejtjük el. És akkor mondták azért... azt, várjál, mert ez egy ilyen blacklist volt, de volt whitelist, hogy viszont kit lehet anyázni. Nem. Mert azért akkor mondják már. Tehát, hogy... Igen, is van. Hát én nem tudom, csak hogyha megmondják, hogy kit nem lehet, akkor tegyék már mellé, hogy viszont akkor kit lehet. Mert így nekem nem kerek a kép. Hát akkor nem tudom, merre van az egyenes. A Gyuri bácsi. Na, szóval annyit akartam mondani, hogy ezt az Illés urat, ezt azért nem szidalmazták, hanem konkrétan megmondták neki, hogy taka van. Tehát nem kell itt azért ennyire burkoltan fogalmazni. Kimondhatjuk, amit ott mondtak, bárki visszanézi a mérkőzést, hallhatja. Nyilván nem látunk bele a kaposvári belügyekben, nyilván lenne egy kaposvári közöttünk el tudnám mondani, mi újság van, de legyünk őszinték, ez a csapat, mikor elindult az NB1, már nem volt kis NB1. És ezt a Waltner is megmondta, hogy ez a csapat, ez ki fog esni. De ez, is volt ez is volt a kommunikáció, hogy ők most megpróbálják, ha sikerül, sikerül, ha nem. Ők egyébként nem feltétlenül így akarták ütemezni a dolgot, de ettől azt mondom, hogy lehetnek még olyan extra dolgok, amelyek időközben most arra derültek ki, most lett nem kerek a történet, ez azért nem lehetetlen, azért Kaposváron csúnya gigszerek is voltak korábban, azt ne feledjük el. És lehet, hogy ezek még annak az utózöngéi. Én ezúton szeretném kérni azt, hogyha nézi Kaposvár szurkoló, aki esetleg adott esetben szerepelne itt a műsorban, vagy akár írna egy levelet nekünk, vagy bármilyen módon felvilágosítana minket arról, hogy itt mi lehet a történelmi háttér, az nagyon jó lenne, mert akkor tényleg elmondanánk, el tudnánk mondani, hogy ezt a szurkolók most hogy látják. És teszem hozzá, ahogy a szurkolók látják, az már nagyon sokszor bebizonyosodott, hogy hát,
vagy így, vagy úgy, de előbb-utóbb kiderül, hogy tűpontosan látják a szituációt, mert azért láttak már falonpókot, és nem biztos, hogy a közvetlen és a direkt propagandának feltétlenül hisznek, mert van kritikai érzékük, de hát a szurkoló az ilyen minőségellenőr, ne feledjük el. Jó, ezzel a meccsel kapcsolatban még egyébként Szerettem volna, még a Krisz előtt. Hát, hogy ezen a kaposváriakon látszott, hogy vannak olyan játékosok, akik el akarják magukat adni, és azért motiváltak. És hogy a Waltner Robi a vele készített interjúban nekünk elmondta, hogy nem így számoltak, tehát úgy volt, hogy lendületből megnyerték a másodosztályt, és ugye illetve följutottak az első osztályba, és ez tulajdonképpen majdhogy nem egy NB3-as keret. És ez a mérkőzés, és a Ferencváros mérkőzése volt az, hogyha lett volna itthon Szanaxon, biztos beveszem. Vagy ha dohányoznék, akkor elszívtam volna egy doboz szigit. Vagy ha lett volna itthon egy rekessöröm, akkor megittam volna, mert olyan szinten ideglancs lettem ettől, hogy valami elképesztő. Majd a Fradinál külön ki fogok erre térni, de itt azért maradjunk annyiba, hogy nem nagyon volt támogatása a kaposváriaknak, mint hogy a Robi elmondta, hogy nem érezték azt egyáltalán, hogy őket NBA-s csapatnak számítják, ami lehet, hogy nem is így van, csak legalább az egyenlő bíráskodás elvét tartsuk meg. Én nekik ugyanúgy szurkoltam, mint hogyha a Ferencváros lett volna, mert úgy vagyok vele, mint ez a nagyon elfelejtettem sajnos a nevét, a katalán opera énekes, aki megkérdezték, hogy ki a kedvenc csapata. Ez a kettő van, a Barcelona és a Real Madrid mindenkori ellenfele. Tehát én most körülbelül így vagyok a felcsúttal, és ha meghalom, hogy valaki puskás hozzá, mint hogyha korbáccsal végigvágnak a hátamon. Tehát ez nekem körülbelül olyan érzés. Úgyhogy ha ezt látom így leírva, és pedig nem vagyok kispest szurkoló, de ha van valaki, akit egyszerűen eltakarítanék, ezt már mondom századszor, akkor az a felcsúti csapat az első osztályból. Úgyhogy nagyon szorítottam a Rubiknak, hogy egy tisztességes jó eredmény legyen. És hát sajnos nem úgy lett, bár úgy gondolom, hogy az erkölcsi győztesei biztos, hogy ők lesznek. Én szerintem ez a több ilyen 5-6-0 nem hiszem, hogy lesz. Egyébként tegyük azt hozzá felcsúttal kapcsolatban, hogy nem maga a csapat vagy a település a gond ezzel, hanem az, hogy akadémia elnevezést használnak a nevükben. Így van. Egyrészt, másrészt a másik része a nevüknek az másokból gond, hanem azért gond, mert az egyik legtöbb légiós foglalkoztató társaság. Tehát, hogyha tényleg azok a játékosok játszanak, akiket ott kineveltek, vagy ha nem is ott, de ott is játszottak utánpótlás korukban, és úgy épülnek be egy felnőtt csapatba, és ezzel egyre előrébb kerülnek, és végül egyébként eljutnak az első osztályba, és ott bármilyen eredményt elérnek, az tök oké. Én megmondom őszintén, hogy ez tök oké, csak nem ez történik, és ez a nagyon zavaró nekem. Nekem nincsenek ilyen politikai, meg ilyen jellegű dolgai, mert ezzel nekem sincsen, úgyhogy nem magyarázzátok már bele, mert tényleg a faszom tele van, hogy ezt olvasgatom állandóan, hogy mi politikát viszünk be, egyszerűen arról van szó, amit a Szabi elmondott, hogy akadémiának hazudja magát, és engem kurvára nem érdekel ki a tulajdonosa, fölrúgják az esélyegyenlőség elvét ebben a bajnokságban. Gondoljatok már bele, hogy Gyurcsó gyerekkorában ült az öltözőbe, és azon ábrándozott, hogy úristen, egyszer, amikor felnőtt leszek, akkor Tiszakeszin fogok játszani, vagy felcsúton. Nem tudom még eldönteni, hogy melyik falut válasszam. Tehát, hogy így teljesen az egész egy burleszk film. És ha így megy tovább, egyébként Záhonyba fog játszani, de nem, Gyurcsó ettől sokkal jobb játékos, tök most nehogy érkezzen komolyan hozzánk a nyáron. Igen, egyébként Gyurcsó egy egyetlen nem rossz játékos, ezt azért szögezzük le, de azért én itt hozzátenném azt az egészhez, hogy tulajdonképpen a felcsút egy olyan képződni itt a magyar futballban, akiknek még egyébként, nyilván nem úgy, mint az én csapatomnak, de akiknek még akár tudnék is szurkolni, azok mellett, a feltételek mellett, amit elmondtam.
És igen, lehet, hogy NB3-as, 2-es, NB1-es lenne, ahogy tudnának építkezni, azért, mert ott tudnám, hogy akkor ott minden feltétel megvan, nagyon jó szakembereket alkalmaznak, megvan pénz, paripa, fegyver, és végre ott olyan játékosokat nevelnek, akik tényleg mondjuk majd a adott esetben majd a válogatott alapemberei is lesznek. Ezt még nem tudjuk persze, hogy most a U10 semmibe, azok ott most lehet, hogy vannak ilyen játékosok, csak én már várnám azt, hogy most már tényleg legyenek ilyenek, mert most már eltelt, mit tudom én, 8-10 év, és akkor nem jönnek ezek. Én nekem ez most már probléma. Évekkel ezelőtt azt mondtam, hogy nem tudhatjuk még. De most meg már nem, most már ezt nem nagyon tudjuk mondani tényleg. És én ezt most jó szándékkal mondom kifejezetten, tehát nincs bennem semmiféle ellenszenv. Én sokkal jobban gyűlölöm a curlinget, mint a felcsutat például. Tehát, hogy így, hogy most értsétek jól, most ezért nagyon meg fognak róni, mert Újpesten jó a curling. Mindegy. Ennyit akartam csak, kösz. Nekem még annyi hozzáfűzni való, most így mondtátok ezt a, hogy miért van bajunk a felcsút, tehát hogy mondjak egy pozitív példát, hogy hogy kéne ennek működnie, bár nem vagyok nagy szakértője a kézilabdának, de ha a női mezőn megnézitek, ott van a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata, amelyik NB2-es volt eddig, idén feljutott volna, ugye a vírus miatt törölték a szezont, így hivatalosan nem jutottak volna fel, viszont fúzionáltak az egyik fővárosi csapattal, és így mégis NB1-esek lesznek, és ott például csak a fiatalok játszanak, és a VB-győztes meg EB-győztes junior válogatottnak számtalan tagját adták ők, és azóta már ők más komolyabb csapatokban kézilabdáznak, szóval ott viszont ez jól tud működni, és az akadémia tényleg akadémia, tehát a fiatalokat nevelik, és adják a többi csapatnak. És mindez megfér úgy, hogy NB1-esek. Csak ne felejtsétek el, hogy ott valóban szakemberek vannak, egy Mocsai Lajos, és tehát ezek nagyon komoly olimpiát, VB-t megnyert, EB-t megnyert csapat. Tehát ő mögöttük azért van egy nagyon komoly szakmai tartalom is. Igen. Ellentétben így a labdarúgással. Hát igen, azért persze, azt azért nem tagadhatjuk el, hogy a labdarúgásban is nyilván hogyha megnéz, csak az NB1-et, de egyébként, hogyha megnéztek utánpótlás szinten is, mert az igaz, amit Sajci elmondott. Tehát azért javul a színvonal. Tehát ezt azért nem... Csak még ahhoz képest, amit mi elvárnánk, illetve amire kötelez, és ezt ki kell mondanunk, a múlt igenis kötelez rá minket, hogy szerepeljenek, milyen játékosaink legyenek, hogy szerepeljenek ezek a nemzetközi szinteken, azt még, attól még nagyon-nagyon-nagyon rettenetesen messze vagyunk. Míg mondjuk például a kézilabdában azért így nem lehet mondani azt, hogy ilyen nagyon rettenetesen el lennénk maradva. Nyilván vannak ott is hullámvölgyek, hullámhegyek, vízilabda, dettó, de azért valahogy mégiscsak működik. Na mindegy, szerintem egy kicsit messzire kanyarodtunk a mérkőzéstől, de én azt gondolom, hogy a felcsúttal kapcsolatban mindig fontos ezt leszögezni, és elmondani, hogy tényleg nem politikai alapú a véleményünk, mert ugyanis politikai alapon, ha úgy mondanánk véleményt, én nem hiszem, hogy hatunk közül, akik most itt vagyunk, bármilyen konszenzus is tudnánk egymás között politikában, illetve ha tudnánk is, olyan párt meg nem feltétlenül létezik Magyarországon, de ez nem egy különleges jelenség, ez szerintem az egész magyar társadalmat jellemzi, úgyhogy itt nem erről beszélgetünk. És akkor nem tudom, hát a Norbi az meg hol van? Mert hogy itt én szerettem volna, de hát majd visszajön, mert szerintem lesz ösztönözve rá. Na, ugye? Itt vagyok, csak kihúztam véletlenül a kamera zsinórját, nagyon ügyesen. Találtam magamra egy tök jó definíciót, én egy Fradi ellenes kommunista vagyok, mint kiderült. Igen? Itt most a élet csodát, gratulálok, bazdmeg. Én meg egy japán táncos nő vagyok, tehát így kurva jó. Na, de ez mindegy is, tehát most tényleg ezzel nem érdemes foglalkozni. Megmondom őszintén, hogy szót nem értem. A nevemet írnád le helyesen, te nyomorék, te. Oké, tehát tényleg engedjük el ezeket, nem érdemes ezzel foglalkozni. Én mondjuk nem láttam, de meg nem is fogom látni. Viszont folytassuk tényleg.
Honvéd videóton. Na, itt benne volt az X-faktor, de rendesen. Az, és Norbi, te hogy láttad itt az okokat? Mennyire láttál Carrillót a pályán, mármint, hogy Carrillo féle játékot a pályán, vagy nem? Illetve a másik oldal is érdekes, Kispesten láttál valami olyasmit, ami már nem Sannino, hanem valami nyomokban másra emlékeztető? Meg számolj be a sajtóértekezletről. Hát persze, az nyilvánvalóan. Persze. Elsőként is szeretnénk megköszönni a Budapest Honvéd sajtóosztályának, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy a sajtóból nézhessem még a mérkőzést, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Abszolút. Reméljük legközelebb is lesz a lehetőségünk, hogy a sajtón keresztül meg tudjuk akár szólítani az érintetteket, még egyszer köszönjük szépen a Honvédnak. A mérkőzésről annyit, hogy ugye összesen 646-an voltak a mérkőzésen, ugye nyilván a járvány való intézkedések miatt. Ugye 100 vendégdrukker volt, és többiek ugye a hazai szektorokban voltak, a hangulat parádés volt. Ez a 600 ember olyan hangulatot csinált ebben a stadionban, a gyerekek, hogy fogtok majd látni egy videót a végén, amikor befejezem majd a mondókámat, hogy végre lesz ennek a mérkőzésnek, amit kibeszélünk. Nagyon jó hangulat volt a mérkőzésen, mind a két szurkolótábor fantasztikusan bíztatta a csapatokat, tényleg nagyon jó hangulat volt, és én garantálom nektek, hogy függetlenül, hogy ez este 9-es meccs volt, biztos vagyok benne, hogyha nincs a járványi intézkedés, szerintem legalább 2500-an vannak a helyszínen. Biztos vagyok benne, mert nagyon sok barát nem tud kijönni a mérkőzésre, mert nincs klubkártyám, nincs bérletem, nagyon sokan kimaradtak a stadionon kívül, ugye különböző okok miatt. Na, akkor a mérkőzésről röviden, hát ugye megint egy ilyen egycsatáros féle felállással játszottunk. Nikolic hamar a gyengébbik lábával lőtt egy nagyon szép gólt, amit a túlvel nem tudott hárítani. Utána kaptunk egy 11-est, ami teljesen jogos volt, úgy gondolom, tehát ez kézzel bele a védő, nem kérdés. Amit a Nikolic nagyon rosszul rúgott megint, ugye, már az Alegerszegen is nagyon rosszul rúgott egy 11-est, most megint sikerült rosszul elrúgnia, és utána, mintha a csapat játék, hogy szépen fokozatosan kezdett volna el visszaesni, egyre több labdát vesztettük a középpályán, Kovács István az első félidőben még annyira nem, de a másodikban rengeteg labdát adott el, a Pátkai nagyon rosszul játszott, most nem volt jó állapotban, úgy gondolom. Akinek nagyon-nagyon tetszett a játéka ezen a mérkőzésen, az, hát megint azt kell mondani, hogy Kovácsik Ádám volt, de nem egy zicset fogott meg. Az első félidőben Lánza Fámez zicserét bravúra állította egy az egybe, második félidőben a gól előtt is egyébként óriási védett, tehát én nem gondolom, hogy ez az ő gólja lett volna, amit kaptunk. Óriási védés volt a részéről, hát amúgy szép volt, amúgy érett a második fél időben a gól, mert a második fél időben teljesen szétestük, nem tudom, hogy tudom megfogalmazni jól. Hát ez van, úgyhogy nem játszottunk jól, ezt ki kell jelenteni, illetve ami nagyon fontos, hogy a Honvéd a második fél időben megnyerte volna a mérkőzést. Tehát a Honvédnak annyi zicsere és annyi lehetősége volt a második fél időben, hogy ezt a mérkőzést egyébként a Honvéd megnyerhette volna, és nagyon szomorúan kell konstatálnunk megint, hogy ismét elhagytunk két pontot, ha úgy nézzük, mert igazából az elmúlt három meccsen négy pontot hozhattunk volna a Fradin, ha, de hát tudjuk, hogy nincs ilyen ha, úgyhogy nagyon szép volt. Ez a szezon, mint már az előző adásokban is elmondtam, elment, de a fiatalok valahogy nem egyelőre nem annyira játszanak, de számít rájuk Carrillo, mint ahogy megtudtam a sajtótájékoztatón, és ennek nagyon örülök, hogy hosszú távon szeretné, hogy játszanak a fiatalok, szeretné, hogy be tudnánk őket építeni a csapatba. Úgyhogy ennek mindenképpen örülök. Ő is kiemelte a rengeteg labdavesztés a középpályán, ellenben én a mélységindításokat is úgy éreztem, például az Ugraival, vagy a Mutárival nagyon megvertek minket, tehát lefutották a védőinket. A videóban is majd lesz egy ilyen momentum, amit fogtok látni, a Mutári egy gyönyörű csellelbe csapja a védőinket, és megy egy az egyben. Én úgy gondolom, mindenképpen lesznek igazolások a csapatban. Ez a mérkőzés megmutatta, hogy sajnos van egy-két olyan játékosunk, akik már nem ütik meg a mi szintünket, úgyhogy. Nagyon sok gondolat van még bennem, igazából nyugodtan kérdezzetek, és akkor válaszolok még, mert tényleg nagyon-nagyon sok gondolat van bennem. És még egy nagyon fontos gondolatot szeretnék megegyezni erről a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy ami számomra nagyon fura volt, hogy a kispesti hangosan mondó megkérte a turkoltábort, hogy viselkedjenek normálisan, tartsák be a távolságot, minden is erre visszaszóltak az ultraszekcióból, hogy légy szíves, ne szóljál már be, köszi. Tehát kicsit vicces volt a szituáció, de én jót nevettem rajta. Nyilván a meccs hevében ez előfordul, tehát én úgy gondolom, ez így rendben van.
Nagyon fontos kérdés merült föl, nagyon sokan kérdezik. Rázs le a leplet, Norbi. Ne jelentettem a pizzát, megnyugodhatod. Nekem is. A hajtupé mögött ült egy hölgy és két srác, ők rendelték a két pizzahátos pizzát, megnyugodhatok, nem én voltam. Hát igen, mert nekem is ez jutott eszembe, közvetítés közben rá is írtam. Nem is, csak te írtál, sokan rám írtak, hogy látták, hogy kívül, te rendeltél a pizzát? Nem én rendeltem a pizzát. Mire gondol az ember, a hülye parasz szurkoló beül a sajtóba, szegyből pizzázik, mi? Nem, én nem vagyok ekkora tahó, mert ezért ott volt a büfé, nagyon kellett volna valami, de nem én rendeltem a pizzát. Be egy szó, tényleg higgyetek el. És te kéne pornóban, hogy akarod, hogy pizzáz. Utasd meg a számla történetet, akkor elhiszik. A Hajdubé egyébként nagyon viccesen konstatált ezt a szituációt, a pont hátranéztem, amikor elmondta, és akkor utána egy kicsit így hohatázott magában egyet. Hát a Hajdubé óriási gyerekek, hát hatalmas volt tényleg. Nem, most minden viccet félretéve nem érzed úgy, hogy teljes átszervezés lesz a csapatodnál, Norbi? De, tehát itt most... egyértelmű. Figyelj, eltűnt. Szóval a mögöttem látható eredmény is egyébként szimbolizálja azt, ami a probléma. Nem tudjuk megnyerni a mérkőzéseket. Függetlenül veretlenek vagyunk, de most, mintha nem is tudom, mit idézne ez a csapat, mintha az Intert idézni a 2008-9-es bajnokságból, hogy a bajnokság felét leikszelték. Hát jó, csak az lehet járni bajnokságot ennyi döntetlennel. Tehát tényleg az a baj, hogy én úgy érzem, hogy az átütérő nincsen, és meg is megkérdeztem Kárió mestert, hogy úgy érzem, hogy amikor elérünk a 16-oshoz, sokszor elfogy a tudomány. Nincsenek beindítások, belöbbölések, távoli lövések, nincs kulcspassz, keresztlabda, nincs semmi, hanem tili-toli van 20-25 méterre, és várjuk, hogy történjen valami, miközben értékesebb játékosok ülnek a kispadon, akiknek az értéke nem kevés, és 5 percet nem játszanak. Gondolok itt a Milánovra, aki se kép, se hang el van tűnve. Gondolok itt a futás, aki 10 perceket, ha kap egyáltalán. A Hodzsics megint egy olyan eset, hogy az NBA egy legdrágább igazolása volt, mégse játszik 20 percnél többet. Én úgy érzem, hogy Nikolicsra fogjuk építeni a jövő szezonban a csapatot, ez szerintem biztos. Én úgy gondolom, hogy ha Nikolics tud egy jó szezon menni, akkor csatár pozícióban jók leszünk vele. Én úgy gondolom, hogy Nikolics egy nagyon jó csatár, de kell egy olyan középpálya, ahonnan tud kapni labdát, mert ő egy olyan befejező csatár, akit ki kell szolgálni. Ha nincs kiszolgálva, nem lesz gól. Ez ilyen egyszerű. Tehát nem várhatjuk el azt a Nikolicstól, hogy 16-16-os között box-to-boxként robotoljon, majd még lőjék be a helyzeteket. Hát na, gyerekek, ilyen nincsen. Hát azért Nikolics rengeteget futott tegnap, és nem egyszer láttam, hogy első emberből visszaér a védelem vonalába, a juhász mellé védekezni. Nem tud futni szerencsétlen, hát kifutja a lelkét. És én most nem a Nikót akarom védeni, mert kihagyta a 11-es, és belőle lehet, hogy másképp alakul. Rendben van, aláírom. De legyünk őszinték, minden meccsen ott van, játszik, és ha megnézitek, minden labdáért fut. Számára nincsen elveszett labda. Benne látom azt a tüzet, amit nem láttuk egy-két olyan légiósban, aki nálunk szerepelt, vagy szerepel, mert ők, nekik nem annyira fontos ez a mez. A Nikolicsnak viszont fontos, és azért mondom, hogy lehet, hogy a következő szezon is rá fog menni arra, hogy építkezzünk, de amondó vagyok, hogy ha utána egy 2-3-4 évig egy nagyon jó periódust tud jönni a klub életében, már pedig megvannak a lehetőségeink hozzá, és most ugye a világhelyzet is olyan, hogy ezt meg lehetne lovagolni. Én mindenképpen a középpályán nagyon szeretnék erősíteni, a védelemben is kell fiatalítanunk, mert igazából a jobbek pozíciója egy lyukas pozíció, függetlenül, hogy a Hangya Szilveszter meccsek óta nagyon játszik ebbe a pozícióba, amikor ő játszik, de a Hangyának sem ez a posztja. Tehát nyilván őt sem lehet a végtelenség játszatni ott, nyilván kényszer megoldásként lehet, de nem ez a posztja. Tehát én úgy gondolom, hogy legalább 5-6 játékosnak érkeznie kell a nyáron, és nyilván ugyanegy játékos sok ország távozni is fog. De nagyon fontos, fiatalítsuk a csapatot. Fiatalítsuk, mert nagyon öregek vagyunk. És ez nagyon fontos. Megtartanád Kariót? Én azt mondom, hogy neki, ha jól tudom, még a következő szezonra van érvényes szerződése. Ugye tegyük tisztába a dolgokat azért annyira, hogy igazából ez nem az ő csapata. Nem tudtak igazolni tényleg olyan játékosokat szerintem, akiket ő akar, mondjuk a Huriban van az, ami szerintem az őféle futballvonalat képviseli, de nem érzem azt igazából annyira a csapatban, hogy megfelelnének annak az elvárásnak, amit Kárió szeretne. Többféle pletykát hallottam, hogy lehet, hogy lesz váltás, lehet, hogy, de én úgy gondolom, hogy most már kezdünk arra fele menni, hogy sokan mondják, hogy Káriónak is benne van a keze ebbe. Nyilván valamennyire neki is benne kell legyen, hiszen nincsen olyan átütő támadás,
amiből jönnének a gólhelyzetek futószallagon. És nyilván ez az edző felelősségét is felvet, de én úgy vagyok vele, hogy szerintem egy teljesen normális alapozást kéne végigcsinálni ennek a csapatnak, olyan játékosokkal, akiket ő hoz ide. És tegyük föl, télen úgy állunk, mint most, hogy 5-6 meccset x-elünk, meg 3 zakó. 8 meccs, vagy 6 meccses nyeretlenség van. Akkor úgy gondolnám, hogy akkor lehet, hogy az edzővel van a probléma. De most én legkevésbé tudnám az edzőt kikiáltani. Főleg az interjú is, amikor volt a sajtótájékoztató, és tudtam tőle kérdezni, láttam azt rajta, hogy teljesen érdeklődött a kérdés irányba. Kapott még egy olyan kérdést, ami bekérdezett, ami rákérdezett, hogy mi újság van a csapattal. Nem pedig a himi-humi, hát igen, játszottatok is, hát a bosszuk. Nem a bullshit ment. És láttam azt is, hogy a tolmács srác is relatív kimosolygott, mikor válaszol. Tehát volt egy olyan kontaktus, én úgy gondolom, ami nem ez a sablon, oké, sziasztok, hanem kaptak 4 olyan komoly kérdést, szerintem, amit meg tudok tekinteni egyébként a Facebook oldalunkon, amik szerintem betaláltak, és mindegyik kérdésre relatív kaptam egy értelmes választ. Persze volt egy kicsit kitérés, egy kis közhelypuffogtatás, de nyilván ez mindig benne van, ez nincs is semmi gond. De a lényegi kérdés, amit én akartam a Nikolić és a fiatalok, kaptam rá választ, és örülök neki, hogy relatív nyitva áll az ajtó a fiatalok előtt, és ő azt várja el, hogy ne besétálnak ezen az ajtón, hanem berúgják. És kívánom a gyerekeknek, hogy rúgják be, mind a Nyárinak, mind a Szabónak, mind a Tamásnak, és mind a Bollának, hogyha majd visszajön nyára, hogy berúgják ezt az ajtót. Na jó, akkor Kriszt is hallgassuk meg, mert vagy mondása van, vagy kérdése. Kérdése van. Kérdésem van, de az egyiket már megválaszoltad, hogy a hangja még gondol, azt hittem, hogy ő bal hátvéd, tehát meglepett, hogy meg nem néztem a elmúlt meccsek fölállását, hogy ő jobb hátvédbe is tud. Másik kérdés a Bollával kapcsolatos. Ugye hát én jól ismerem, mivel látom ebben a szezonban végig a fejlődését, és látszik, hogy egyre magabiztosabb és jobban látszik. Hogy gondolod, hogyha visszamegy hozzátok, meg fogja kapni azt, hogy ő kezdő legyen, mert az ő fejlődési szempontjából a legfontosabb, hogy kezdő. Szerintem meg kell, hogy kapja, mert lyukas a pozíció. Igen, ez biztos. Tehát hogy... a Fiola sem lesz már fiatalabb. Abszolút. Ő is nagyon sérülékeny, mint látjuk, sokszor meghúzódik. Bármennyire szeretem én relatív a Fityó játékát, az elmúlt meccseken sajnos gyenge volt. Azt kell mondjam, hogy nem játszott jól a Fityó. Meg is sérült. Tehát én úgy gondolom, és ugye ott a Juhász Roli, aki abba hagyja, ott a Vinicius, aki szintén nem lesz fiatalabb, lejáró szerződésű játékos, nem tudom mi a cél a csapatnál, hogy meg akarják hosszabbítani, vagy nem, mert ugye megást nélkül megkapja a lehetőséget, lehet ez annak az oka, hogy meg lesz hosszabbítva a szerződése. De én úgy gondolom, hogy itt nem csak a Bollára kéne kihegyezni ezt a dolgot. Tehát én úgy gondolom, hogy itt csatárposzton is ugyanúgy ott van, például Zsóri Dániel teljesen eltűnt a sülesztőre. Tehát ő már annyira sincs a csapat környékén, mint annak idején a Bódi ott volt. A Bódi legalább fixen kispadon volt, bebeállt 5-10-20 percekre. Zsóriról ezt nem tudom elmondani. Úgy gondolom, hogy Zsórinak volt egy nagyon jó meccse, lőtt egy óriási gólt, és sajnos én úgy gondolom, hogy ezzel a hírnével nem tudt megbírkozni, amit ez a gól adott neki. És szerintem úgy gondolom, hogy hirtelen túl nagyot akart lépni, mert neki szerintem a videóton túl nagy lépés volt ebben a szerzésben. Kellett a vitrénbe az a puskázni. Én azt gondolom, félek attól, hogyha a Bolla visszamegy, és elkezd játszani, mert NB1-es szintű játékos, én azt gondolom, bőven, sőt, lassan a válogatottban is esetleg el lehet gondolkozni rajta. Félek, hogyha egy-egy meccsen nem úgy jön ki a lépés, akkor meg abban a közegben, ami nálatok van, amit nem ismerek, bent tud maradni a kezdőben, mert ő neki azt kell, hogy hétről hétre bízzon benne az edző, berakja őt oda, és játszon. Ő neki azt kell, hogy ne járjon úgy, mint a Zsóri, hogy ő folyamatosan játszon, mert ő a magyar futball egyik legnagyobb reménysége, ez biztos. Hogy ő neki folyamatosan játék kellene. Én azt gondolom, több emberrel is beszélgettem, ha a Videótonnál az a cél egyből, hogy egyből jövőre bajnok legyen, vagy hogy a nemzetközi kupában jó eredményt érjen el, és hoznak esetleg egy olyan jobb hátvédet, aki egyből kezdő szintű, akkor a Bollának hibás, jobb lenne még egy év kölcsön nálunk, hogy stabilizálódjon a játéka, de ez tényleg csak attól függ, hogy a Videóton hogy tervezi a következő éveit. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok számít Kárion személyén, és én Kárion azt hiszem észre, hogy azért a kopasztán nem játszottak a fiatalok egyáltalán. A Bambolyét is akkor dobta be például a Fradi ellen, amikor már 2-0-ra égtünk. Ellenben a Kárionál teljesen más felfogást látok, és úgy gondolom, hogy a Bambolya szerintem egy jó igazolás volt, mert ez a gyerek olyan gyors ez a játékos, mint az állat. Nagyon komolyan nyomja.
Nikolisra visszatérve két pont erejéig, ő szerintem nem bír már 90 percet, de lehet ráépíteni támadó szekciót, hogyha van egy olyan váltótársa, aki mondjuk a maradék 30-25 percben tudja hozni a gólokat. Illetve a Bollára akarok még annyit mondani, hogy én úgy gondolom, hogy szerintem ő már lassan NB1-es szinten és a videótomban is tud fix kezdő lenni. Azért, amit az Zalaegerszegben ebben a szezonban letett az asztalra, és az utánpótlás válogatottban, én szerintem az úgy rendben van. Még van egy pár meccs, igazából a pár meccs, ami következő pár meccs, nektek kulcsmeccs. És ő ott, ha tud jól játszani, és folyamatosan, én úgy gondolom, hogy neki ez egy nagyon jó belépő lehet a videóton első csapatának a közülében, jövőre. Hát, ha már bendegúz, akkor én azt mondom, hogy hol van még a karácsony? messzi van. Igen. Pontokat ajándékoztuk rendesen, mint a Mikulás, tehát erről szó sem lehet, hogy ez másik, nem történt. A másik ilyen csapat a Honvéd lesz, ahol aztán nagyon komoly öregedés van. Így van. Ezt akartuk volna egyébként megkérdezni Pisont István, de olyannyira késő, hogy nekem haza kellett menni, mert reggel dolgom volt. Azt észrevettem, hogy viszont nagyon fontos kiemelni a Honvédnak a kezdőjét, hiszen most elkezdtek játszani fiatalok a Honvédba. Én szerintem ez fontos mindenképpen megjegyeznünk, hogy van nem egy és nem két fiatal játékos, aki bemutatkozott a Honvéd első csapatában, és innen is szeretnék kiemelni egy nevet, aki nem más, mint én számomra a Szendrei. Uh-huh. A Szendrei játékát szeretném kiemelni. Akit Sannino eltüntetett a sülyeztőbe egyébként. Fantasztikusan játszik Szendrei. Nagyon jól játszik. Tehát tényleg ő rajta látom azt az alázatot, a Honvéd játékos nevelést látom benne. Ő tudja, mi a Honvéd, ő neki jelent valamit ez a mez, és látom rajta azt, hogy kiköpje a szívét. Tényleg fut, mint a barom, megtesz mindent, kúszik, mászik, és tényleg egy fiatal gyerekről beszélünk, egy 20 éves srácról beszélünk. Tehát ő azért most, hogy most volt 20 éves. Nem mondja, hogy most nyugodtan. Bocsánat, csak azt hittem, hogy megakadt egy pillanat, hogy te beférszed. Ezért, hogy a Pisont az utánpótlásban dolgozott, az utánpótlás válogatottaknál, mert rálátása van. Ugye nem véletlen, hogy a Kispestnek van az egyik, ha nem a legjobb utánpótlás műhelye. Nem tudom, hogy most hogy állnak. Ugye a magyar futballok. Nagyon sokat tettek hozzá az NB1 mostani játékos állományához, és ő bátran mer hozzájuk nyúlni, hiszen nap mint nap együtt dolgozott velük. Sannino ugye meg a tipikus olasz, ő csak a 30 pluszos játékosban gondolkodik. Én úgy gondolom, hogyha a Honvéd tudja ezt folytatni, és tudja ezt a dolgot folytatni, mindenképpen előremutató lehet. Ugyanígy szeretném megegyezni, hogy tegnap beállt a Cif Dominik is, 19 éves, tehát tényleg látom azt a Honvédnál, hogy kezdenek újra előkerülni azok a fiatalok, akivel annak idején a Rossi meg tudta nyerni a bajnokságot, hiszen akkor is a Honvéd bajnok csapatának majdnem a felét akadémisták adták ki, ami egy nagyon komoly szálin, úgy gondolom, és tényleg Ugrainnal is látom azt, hogy újra kezd formába lendülni, ő nagyon veszélyes lehet a jövő szezonban mindenkire, mert egy nagyon jó és dinamikus kettőst alkottak a Lánzafáméval. Én úgy gondolom, nagyon ki tudják egymást elkészíteni. Én azt hiszem, hogy például az Instat számokban, az egész fordulóban az Ugrai volt a legjobb. Hát nem csoda, nagyon jól játszott. Hát ő, megmondom nektek őszintén, nem értettem, mikor lecserélte a Pisont, hogy miért cserél le. Tehát én úgy gondolom, hogy ha fönnmaradt volna, szerintem az Ugrai ki tudott volna minket végezni kedden este, mert teljesen dekoncentráltak voltunk az utolsó 30 percben. Egy vagy két helyzetünk volt, de nem volt igazán átütő helyzetünk, és tényleg azt éreztem, ezt a bénakacsa effektust éreztem, hogy erőlködünk, de valahogy nem jön az átütő erő, nem jön az a lehetőség, amiből lehetne bevinni egy másik találat, ami lehet, hogy győztes találat. Épp ellenkezőleg a Honvédnál éreztem azt, hogy ez a másik találat meg lehet, és tényleg azért vagyok ilyen alázatos a Honvéddal szemben, mert tényleg látom azt, hogy ott most tényleg komoly dolgok vannak készülőben, és én úgy gondolom, hogy a Honvéddal 2-3 éven belül ismételten komolyan kell számolni, hogyha ezt tényleg komolyan gondolják, és végigviszik ezt az elvet, amiből ők most beleálltak. Tehát tényleg látszik az, hogy nagyon komoly átstruktúrálás zajlik a Honvédnál, és nyilván a védelemben kell fiatalítaniuk, mert ott van a Kamber és ott van a Lovrics, egyik kölyük sem lesz már fiatalak, mind a kettő közelebb van a 40-hez, mint a 30-hoz. Tehát én úgy gondolom, hogy a következő úgymond beugrók a Honvédnál mindenképpen védők lesznek, és teljesen látszik az is, hogy a Honvéd számomra, ami a legjobban tetszik, hogy nem egyemberes csapat, hanem látszik az, hogy ki tudják egymást egészíteni a játékosok,
És még egy pletykát szeretnék itt mondani, amit hallott, hogy a Mezgrádi jelent, hogy jön hozzánk. Hát én nem bánám, ha jönne hozzánk, mert hogy tegnap is játszott egyébként, az 11-es leszámítva, vagy tegnap előtt, az fantasztikus volt. Tehát tényleg, ez a Mezgrádi is nagyon jó játékos szerintem. Az Ugra is egy későn érő típus, nagyon lelkis. A Zoliéknál is ugye, ha most itt lenne, most nem tudom, hol van, de tudná is mondani, hogy ő hajlamos van, túl... csak képformájában. Ja, túl hajlamos túlpörögni a mérkőzéseket, szerintem ezért hagyta. Ha ő neki nem megy, akkor baromira nem megy. Ha meg megy, akkor nagyon. És mivel ő is ilyen olyan lelkis alkat, és ezeket a játékosokat nagyon jól tudja egyébként a Pisont kezelni. Hát ezeket a lelkis alkatú játékosokat, mondom még egyszer azért, mert sokat dolgozott az utánpótlásban. Úgyhogy ez jó lesz. Csak hát ugye Ugrainak lett volna lehetősége máshol is bizonyítani, máshol is ápolgatták a lelkét, máshol is tudott válogatott lenni, csak hát majd meglátjuk, hogyha a kemény munka igazán kemény lesz, akkor hogy én drukkolok neki is, mert kell a jó Ugrai a válogatottba, ha egyszer beindul. Hát ugye most azt tudni kell a Honvédnál, hogy ugye megbízott az edzőpáros, ugye a Dajka László, Pisont István kettős, és hát ugye tudjuk, hogy kit hoztak hírbe a Honvéddal. Én megmondom nektek, én örülnék, hogyha ő oda kerülne, de meglátjuk. Tehát az azért egy érdekes fordulat lenne szerintem. Hát de mondjuk, hogy ki ő, Norbi? Hát a Boldog Tamásról van szó. Tehát a Tamás hírbe hozták a Honvéddal, és nem csak a úgymond találta médiát, gondolok itt a csak focira és ezekre a minden pletykát átjövő oldalakra, hanem bizony komoly szakportáloknál is lehetett ezt olvasni, hogy a Boldog Tamással lehet, hogy jövőre kezd el valamit a Honvéd. Én szerintem ez befolyásolhatja azt, hogy a Kisvárda kiesik-e vagy nem marad. Én mindenképpen úgy vagyok vele, de hát most tudjuk, hogy a Honvédnál van pénz most már, úgyhogy szerintem az anyagi kivásárlás nem mindig, hogy gondot okozna, és szerintem ha Boldog ide kerülne a Honvédhoz, hát akkor viszont a harmadik hely az minimum meg lenne a Honvédnek. Az egyébként tudna egy robbanó legyet alkotni. Igen, Józsi. Ennyit akartam, abból a szempontból sajnálnám, hogy a Pisont is egy nagyon-nagyon motivált és ő hazai pályán van, és nem ártana, hogyha ő is tudna bizonyítani, de természetesen a Tamásnak is nagyon, bárhova megy, én nagyon tisztelem az ő munkáját, azt a fajta hozzáállását, és nem a segélyt nyaljuk, mert ezt is állandóan megkapjuk a Boldognak, mert egyszerűen, ha valaki beszélne vele, vagy látna, hogy hogyan vezényli az edzéseket, milyen elszántsággal, és hogyan áll a munkához, akkor ugyanígy azt mondanám, hogy ilyen emberek kellnek a labdarúgásba. Tehát tudni kéne ismerni. A Zoli bőven tudna róla beszélni, ő százszor többet találkozott vele, mint én. Nekem elég volt egy pár edzés, meg egy jó pár beszélgetés ahhoz, hogy lássam, hogy ő tényleg a labdarúgási rélhal. És ugyanígy vagyok egyébként a Pisonttal is, hogy neki ugyan hazai pálya honvéd. Azt el tudnám képzelni őt az akadémián valahol ilyen identitás tanárként, vagy valamiként dolgozna a Pisont, vagy együtt a Boldoggal, viszont a Tamás nem lenne szabad hagyni ilyen csapatoknál, mint a Kisvárda. Tehát ezeknek a csapatoknak nincs jövőjük szerintem. Még egy mondat, és utána befejeztem. Még úgy gondolom egyébként, hogy visszatérve arra, hogy fura, hogy ennyi sok jót tudok mondani a Honvédra, de tényleg erre a keddi mérkőzésre ez jött le. És még egy utolsó gondolat az vasárnapi mérkőzésünkkel kapcsolatban, ami egy nagyon nézőcsalogató 21.05-ös kezdési időponttal lesz vasárnap, hogy képzeljétek el a jegyárak, hát eléggé magas jegyárak lettek megalapítva erre a mérkőzés, majdnem 3000 forint a belépő az Újpest ellen. Nem szokott ilyen nagy lenni nálunk, meg is lepődtem, de hát reméljük, hogy bejön a taktika, és sokan kijönnek Sóstóra. Hát mi leszünk a vendég? Hát most ez nincs. Hát igen, ugye kiemelt mérkőzésnek számít. Nincs mit csodálkozni. Kiemelt mérkőzésnek számít az Újpest. Bízok benne, hogy sikerül előlépnünk, és remélem, hogy sikerül végre gólokkal, szép gólokkal nyerni, mert úgy gondolom, hogy tényleg most már lehet gyakorolni, lehet taktikázni. A második hely az beton biztos. Hát ez most ellenünk kerülni, de az egy más kérdés teljesen. Úgyhogy ennyi, hajrá videót, és köszönöm, meghallgatok. Mert ha már és most jön egy bejátszás majd. Na, ezt akartam mondani. Akkor megy is.
Pontfikázódunk. Na úgyhogy visszajöttünk, ezt fogadjátok tőlem, sok szeretettel küldöm Zolinak, és ez egy nagyon jó szó lesz majd. Úgy gondolom. Köszönöm szépen. Na, hát akkor srácok, menjünk tovább az X-ek sorában, és ha már egy olyan csapat került szóba, illetve hát arról beszélgettünk, hogy kinek van helye, vagy kinek nincs helye az NB1-ben, akkor a Paks-Fradi mérkőzésre térjünk rá. Józsi rendkívül örül ennek a ténynek, én úgy látom, és akkor egyből meg is szólítom őt, hogy hát, mi van? Most elmondom akkor a konkrét véleményemet. Nincs hang, Józsi. Hát tudom én ezt. Most akkor a PC véleményemet halljátok. Egy rövid zárat, mi az a Ferencváros? Tehát, hogy hát nagyon régóta lehetett olvasni, tehát nagyon rég, pár napja lehetett olvasni, mindenki X-re vette ezt a mérkőzést, én is, és nagyon-nagyon meglepődtem volna, hogyha bárki megnyeri ezt a mérkőzést. Viszont, ahogy ezt beszélgettük is, ha ez valami összeesküvés elmélet folytán mégiscsak egy bunda lett volna, akkor annak ez a mesterfoka volt. Mert ezt még jobban a Spielberg sem tudta volna jobban kihegyezni, hogy a 96. percben egyenlítsenek ki. De egyébként így itt nem érdemeltünk győzelmet, látványosan nem rúgtunk kapura. Érdekes módon a szombaton, illetve az előtte való mérkőzésen a Diózsőr ellen brillírozott mindenki. Most, mintha lassítót vettek volna be a játékosok. Nem hiszem, hogy a Bödét tisztelték volna annyira. Inkább az volt, hogy el kellett mennünk Paksra. Ezt a mérkőzés is valahogy túl kell élni. Ja, Isten, mi történik velünk? És viszont a Paksnak meg nagyon kellett akár még az egy pont is. És hogyha ez a mérkőzés tiszta körülmények között zajlott le, akkor gratulálok. Ha meg nem, akkor is gratulálok, mert akkor viszont olyan színészi játék volt, hogy elképesztő. Nagyon szeretnék jobbulást kívánni a Szomáliának, Gosztonyinak is egyébként, de Szomáliának is biztos vagyok benne, hogy a következő mérkőzésen már hadrafogható lesz. Úgyhogy nem nagyon tudok erről a mérkőzésről mit mondani. Ezt a Paksot nekünk egy ötössel kellett volna lezavarni a pályáról. Olyan sebesség különbség van a két csapat között, hogy valami elképesztő. Olvasom itt a hozzászólásokat. Szerinted a Profi az a labdarúgó csapat, amelyik papíron nem bajnok, nem ad bele 100%. Amit mondtam a múltkor is, hogy minden attól profi egy játékos, hogy önmagával szemben van egy támasztott igénye, hogy nem tehetem meg, hogy gyengén játszom. Itt most nem a csapatról kellett volna szólnia, hanem hogyha valaki egy jobb bajnokságba el szeretne igazolni, mert ne hazudjunk magunknak, a Fradiból is el akarnak menni játékosok, jobb szakmai kihívást, vagy komolyabb fizetést szeretnének keresni, de több pénzt szeretnének keresni, akkor ahhoz bizonyítani kell. És itt tegnap, hát én úgy láttam, hogy ez a csapatból egy pár játékos nem bizonyult profinak, mert nem gondolta azt, vagy nem mutatta meg, hogy én nem tehetem meg, hogy gyengén játszom. Akkor nem viszont, tudom, hogy... Józsi, beszéljünk tök magról. Mert én meg azt láttam, hogy ő meg bebizonyította. Pont azt akartam venni, pont őt akartam példának venni, hogy valami történt azzal a gyerekkel, mert most már nem csak örökölni lehet tőle a labdát, hanem képes átadni is azt. És én úgy gondolom, hogy ez a támadó négyes, az Iszajel, Zubkov, a Tokmag és a Boli, jelen pillanatban Magyarország legjobb támadó négyese, és szerintem nemzetközi viszonylatban is azért ilyen Európa ligás lehetne. Viszont a Vécsei én nem láttam benne ezt a dolgot. Ebből biztos vagyok benne, hogy nem fog elmenni, pláne nem a török bajnokságba, ahol aztán nem biztosítottak a fizetések. Jelen pillanatban itt a régión belül itt a legbiztosabbak a fizetések, mármint hogy meg fogja kapni, úgy értettem. Nem biztos, hogy a legmagasabb fizetést kapja, de hogy megkapja mindig, az biztos. És Törökországban azért már láttunk karonvalót. Hát ígérni tudnak. Fenerbahce mondjuk azért szerintem nem küzd anyagi problémákkal. Jó, úgy van, de én... Nem biztos, hogy ezen múlik.
Nem biztos, hogy azon múlik. Én úgy gondolom, hogy az, amit én úgy gondolom, már tiszta hülye vagyok én is. Tehát, hogy... Tehát Revrov azt, amit elvállalt jelen pillanatban a Ferencvárosnál, azt tudja hozni, a bajnoki címet és a valamilyen csoportkört. Tehát a realitás az Európa Liga, azt szerintem el tudjuk érni. De én nem úgy gondolom, hogy ő nem fog elmenni, és még azért elég komoly erősítéseknek nézünk elébe, úgy hallottam. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek a... Tessék? A mesé? Csúgyák? Na hát nem, ővel szerintem csak gyengülnénk. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a Dzsuzsák Balázs nem lesz a Ferencváros játékosa. Semmilyen szinten. Hát, ja, volt, akitől tudjuk azokat az adatokat, ami alapján meg lehet határozni egy játékos fizikai felkészültségét, és a csapaton belüli teljesítményt. Én úgy gondolom, hogy nem alkalmas NBA. Ragályos. Nem alkalmas NB1-es játékosnak olyan csapatnál, aki a bajnoki címre hajt. A másik, hogy még a dobogó közelébe se tudnám elképzelni, egy hajtós Diós Győrbe, egy Kispestbe se tudnám elképzelni. Ezt most komolyan mondom. Hát én még hozzánk se tudnám elképzelni. Nem látom neki a helyét sehol. Tehát, hogy mindenhol csak a neve menne fel a pályára, előbb vagy utóbb megsértődne, hogy azért futni kell. Most már olyan edzők is vannak az NB1-ben, akik megkövetelik a fizikai teljesítményt. Tehát elképzeljétek azt a szituációt, amikor egy Bódog Tamásnál föláll a pályára, és nem futja le azt, amit kell. Kivágnám, mint macskát szarni. Tehát most... Na, hát én meg úgy gondolom, hogy Zoli jön. Szerintem Dzsuzsák kb. Olyan lenne a Fradinál, mint nálunk volt Rudolf. Hogy így jött egy igen, nagy név, igen. És így aztán soha semmi nem történt. De én úgy gondolom, hogy mielőtt bundát kiáltanánk a Fradinál, és kinek esne jobban az, mint nekem ezt mondani. Tehát mondjuk csak azt, hogy nem tették oda magukat ezen a meccsen, mondjuk a Felcsút ellen, meg a Paks ellen, és ez az, ami engem inkább tühít, mert hogyha megnézed mondjuk egy PSG-t, ugye csont nélkül tud bajnok lenni, de mindenkit agyonver, akit csak tud. Nem azt mondom, hogy nem kap ki néha, de mindenkit agyonver, és mindenkinek annyit ug, amennyit tud. Ugyanígy egy spanyol bajnok, ugyanígy egy német bajnok, mindegyik, de talán a PSG-nél ez jobban kiemelkedik, mert ugye magasan, anyagilag jobban áll a többi csapattól. És a Fraditól is ezt várná. Igen, és a Fraditól is ezt várná az ember, hogyha már, mit tudom én, kétszer vagy háromszor annyi pénzből gazdálkodik, akkor tegye oda magát, és verje nagyobb mindenkit. De ezzel szemben meg azt látod, hogy mit a Újpest ellen felszívják magukat, a Videóton ellen felszívják magukat, oda teszik magukat, a Diós Győr ellen felszívják magukat, oda teszik magukat, amikor meg nem annyira fontos, akkor meg nem, akkor le tudnak kezdeni. Jó, most tudom, a nagy csapatok ellen felszívják magukat, de hát szóval, hogy én nem ezt várnám egy ilyen nemzetcsapatától. Úgy gondolom, hogy ez kell. Mert hallgassuk meg, hogy Norbi mit gondol. Hogy gondolja Norbi? Egy pillanat. Van egy jó, a Kis Tamás írja, hogy egyértelműen fejlődik az NB1, de valóban nem a magyarok miatt, és nem az utánpótlás miatt, hanem a több anyagi lehetőség miatt minőségibb légiósokat és edzőket tudtak idehozni. Jelen pillanatban azért van egy pár... Bizonyos helyekre. Igen. Na, Norbi, akkor te hogy gondolod? Én azt szeretném mondani, ez az én meglátásom. Na, tehát az én meglátásom egyébként erről a mérkőzésről, és amellett, hogy úgy gondolom, ez egyértelmű. De nem, én úgy láttam ezen a mérkőzésen, hogy a Ferencváros futballozott 80 percig, konkrétan lejátszotta a pályáról a Paksot, majd az a meg is megvan, szevasztok. Körülbelül így. És utána összehoztak egy ilyen buta 11-est, ami hát szerintem nagyon-nagyon-nagyon határeset volt, de adható volt, szerintem, nagyon minimálisan mondtam ezt. Előtte a Paks, oké, még mindig van 4 perc. Egy ilyen szintű csapat, mint a Ferencváros, akár emberhátrányban is, nem akarom elhinni, hogy nem tud lemenedzselni 4 percet. Hát kirúgom Paksról a labdát, basszus, akármi kiszúrom, hazaviszem, lenyelem, érted, bármi, húzom az időt, fetrengek, minden. Nem láttam ezt a Fraditól, hogy vinnék a szögletzászlót, rugdosták föl, hogy labdát tartsanak föl, az ellenfél tér felén, hangsúlyozom, az ellenfél tér felén. Mert ha az ellenfél tér felén tartod a labdát, addig is időmény neki vissza kell hoznia.
10-15-20 értékes másodperc eltelhet. Ehelyett mi volt? Felívelgette a Fradi labdát, azonnal leszett a paksi védelem, és már lőtték vissza. És utána egy olyan szituációból, ahol a védő, ha picit erősebben rúgja meg a labdát, kimegy touchra, megpattanó paksi játékosra, dob a Fradi, vége a meccsnek. Ehelyett ez a tipikus ilyen körömpasszos beleérés volt, úgy is kimegy. Hát nem ment ki haver, és utána az a gól, ahogy előtte, a dipusz mellett, hát leveszem a kalapomat. Azért azt el kellett ott lőni a kapus mellett, olyan szögből, még ha benne is volt a DNS, peredben benne volt, mert ilyen szögből nem kapunk volt, de én úgy gondolom egyébként, hogy a Fradinak ez egy nagyon nyert meccs volt. Ezt, ahogy Józsi is mondta, gólokkal meg kellett volna nyernie, és nem kettő. Csak a Heister, én is egyetértek Béki Andrással, Heister nem a Fradi. Ha most a Ferencváros a szint, jelenlegi szint, akkor ő baromira nem odavaló. Uh-huh. Tehát tudnék meg egy pár játékos mondani, de ő magasan az egyik legrosszabb. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen a Fradinak kell igazolnia, hogy most nem akarom megbántani, hogy pont a Heistert, ez nem a Heistert, nagyon gyenge játszott. Nagyon-nagyon gyenge játszott a Heistert. Ugyanúgy én úgy gondolom, hogy igazából az egész csapat mélyen a tudás alatt teljesített. Egy-egy megvillanás volt a kezdőjátékosoktól, de nem éreztem igazán átütő erőt a Fradi játékába. És én megint azt tudom elmondani nektek, hogy legyünk őszinték, azért már egy jó ideje, nagyon-nagyon döcög a Szekira Fradinak, úgy épp, hogy megvannak a meccsek, a Diózsör pont kivétel, de összességében ilyen nagyon langyos a sebesség. Nincs az, ami össze volt, meg a téli szezon elején ez az átütő erő, nem érzem most. Úgy érzem, ha most ragadt volna meg a Fradi picit, de picit megnyugodtak volna a kényelmi helyzet, hogy ekkora előny van. Hát tudták az eredményeket egyébként, igazából kényelmes az előny. Tulajdonképpen ez is... Megvan az arany. Én azt láttam egyébként, hogy akkora sebességkülönbség volt, és ezt ők is érzékelték, és ezt akkor lehetett volna csak leereszteni. Nem érzem a Fradin, hogy döcögne. Nem. Hanem tehát nehéz motiválni. Amikor ők az első fél időben csináltak egy-két ritmusváltást, azt se tudták, melyik bolygón vannak a paksiak. Csak akkor be kellett volna rúgni egy négyet, és akkor azt mondom, hogy ki lehet engedni. De egy vagy kettő gól, a profik szokták azt mondani, hogy a két gólos előny a legrosszabb, mert az már szinte megnyugtató, de mint azért volt, aki már nem csak a Fradi, hanem voltak, mondjuk a Bayern München is csúszott már el 2-0-ról. Ó, hány csapat csúszott le 2-0-ról? Úgyhogy, és ez a probléma. Én azt látom, hogy nem használjuk ki jól a helyzeteket. A 16-osig jó, és egyszerűen nincs pariban egyik ellenfél sem. A Diósgyőrnél éreztem azt, hogy hogyha megpróbáltak játszani, és akkor azt éreztem, hogy akkor egy 5-6-ot rúghattunk volna, és ők is rúgtak volna 2-3-at, akkor lehetett volna egy gólgazdag mérkőzés. Ahogy egy kicsit visszább állnak, a Fradiban szemben akkor vagyunk bajban. Valaki nincs is, akkor odaáll, az biztos ráfázik. Jelen pillanatban a magyar mezőnyben. Hallgassuk meg Balázs gondolatait. Bocsánat. Mondja elő Krisz, nekem majd inkább a meccs utáni dolgokhoz lesz hozzáfűzni. Igazából nem titok, hogy ugye Fradinak is ugyanúgy szorítok, mint az Etének, ezért meg is néztem ugyanúgy az egész meccset, kíváncsi voltam, hogy hogyan fog játszani. A látás, Fradista, látjátok? Nem látás. De mégis kék mezbe ül, nem zöld-fehér, hát akkor csak látás. Hát azért mégis csak kék-fehér. Ma van mögött ott egy zöld fű, meg egy... MTK? Meg egy zöld-fehér logó, hát ne felejtsük el. Ugye azt látszott már az összeállításból, hogy a Heister kerülben, mondta a Józsi is, hogy Csivit sokkal jobban hátvédposzton, igazából ez egyértelmű. Én azt láttam az első fél időben, nagyon középen akarta a Fradi elvinni a játékokat, tehát a szélső játékot nem húzta meg, azt nem játszotta a Fradi, amiben ő nagyon jó, bár azt azért el kell mondani, hogy megnéztem, amikor felállt támadás volt a Fradinál, akkor 6-7 ember biztos, hogy ott volt a 16-oson belül a Paksnál, tehát azért nem volt egy könnyű helyzet. A második fél időben azért ez változott, mert egy kicsit gyorsabban játszottak, és ugye hát meg is szerezték a vezetést, egy szöglet utáni kavarodásból a Blázsics be tudta rúgni. Ez egy elég szerencsés gól volt, de fontos, ugye a Harátyin is befejezte, úgy lett 2-0 80. percre, utána ugye a Szomália megsérült, de igazán, és akkor így alakult ki a 2-2, ugye egy 11-es, ami számomra nem volt 11-es, én azt gondolom, hogy ez erősen netes volt, na mindegy.
végén pedig a Sajbán Máté egyenlített. Ugye én inkább arról az oldalról fogom meg, hogy a Fradi már bajnok, ezt azért szerintem senki nem vitatja, és itt már azért nehéz motiválni tényleg a játékosokat, megvannak. Azért meg kell nézni, hogy a Paks ellen senki nem szeret focizni, se nagy csapat, se közép csapat, senki nem szeret ellenük focizni, és nem is könnyű ellenük focizni. Azért a nemzetközi szinten Angliában bárhol látszik, hogy a végén, a bajnokság vége felé a kieső jelölt csapatok azért feltámadnak, tehát benne volt a meccsben, hogy egy pontot valószínűleg szerezhet a Paks, vagy jó egy pontra, tehát ha erről az oldalról nézem, a Paksnak élet-halál volt ez a meccs, tehát ezen mindig borulhat az ilyen meccseken, tehát benne van a dolog, és nagyon nehéz focizni ellenük. És igazából elég a Fradinak az, hogy egy kicsit nem koncentrál annyira, tudta a videótonnak az eredményét, hogy mit játszott, azért igazából könnyebb volt egy kicsit játszani, és azt gondolom, hogy ez okozta a 2-2-t. Hát én bíztam volna benne, hogy a Fradi megveri a Paksot, így alakult. Ebből hosszú tanulságot annyit lehet levonni, hogy nekünk se lesz könnyű dolgunk hétvégén a Paks ellen, az biztos. Hát igen, én kíváncsi leszek, hogy egyébként a Szomáliának meddig tart a sérülése, de ez csak az én gondolatom. Balázst hallgassuk meg. Hát igen, kiemelt figyelemmel követtük Debrecenből ezt a mérkőzést, mindenki tudja, hogy miért. Nagyon szorítottunk most egy Fradi sikernek, mondtam a múltkor, hogy ilyen bajban mindenféle erkölcstelenséget bevállalunk. És tényleg Józsi nagyon sugaltatta ezt egész héten, hogy ez döntetlen lesz, bíztam benne, hogy nem lesz igazad, és nagyon örültem, mikor 1-0 lett, és nagyon megkönnyebbültünk a többiekkel 0-2-nél, hogy na jó, van akkor... Ez megvan, ez a zsákban van. És aztán a végén, ami ott történt, hát Krisz szavaival éve hagyjuk már. Tehát az egyenlítő gól nekem jobban fájt, mint a pénteki kaposvári egyenlítő gól, és ez most egy dolog, hogy megint egy ponttal távolodott tőlünk egy csapat, de most a Paks megint olyan lelki fröccsöt kapott, olyan mentális erő van ott most, hogy nem látom azt, hogy ők innentől ne szereznének még több pontot a hátralévő meccseken. Most gondoljatok már bele, hogy egy Paks az elmúlt 3 meccsén 8 nap alatt az első 3 ellen 5 pontot szerzett. Tehát ez mi? De ez már kikapnak. Ez már nem az első eset egyébként a Paks NB1-es szereplései során, hogy 5-8-10 meccs van, amikor... De ők erre készülnek egész szezonban. Illetve utána meg vannak periódusaik, amikor, és majdnem mindegy, hogy ki az edző, csak én meg azt mondom, hogy az összes többi csapatnál ez nem fordul elő, akkor meg itt meg miért? Tehát, hogy így, szerintem hagyjuk már, ez is ez a kategória. Igen, és ugye beszéltük itt, hogy ha bunda volt, akkor ez tényleg egy kiváló komponálás volt. Erre még rátette egy lapáttal úgy gondolom Rebrovnak a nyilatkozata, aminél nálam kinyílt a bicska a zsebemben, tehát hogy... Miért hosszabbítanak ilyen sokat? Nem is az, hanem hogy elkezd hisztizni, hogy 2 naponta meccs van, és hogy miért kell a Fradival mindig ezt csinálni, hogy csak 2 nap pihenőjük van. Hát baszd meg, a többi csapatnak hány pihenő napja van? A többi csapatnak van ekkora kerete, mint a Fradinak? Lehet, hogy rotálni kéne esetleg, és nem ugyanazokat játszatni minden meccsen, és akkor nem lenne a hiszti. Meg tudtam, van egy olyan csapat, amelyik a csoportkörre hajt, annak pont nem kéne sírni a szerda-szombat ritmus miatt, úgyhogy nekem ez így még inkább visszásra tett ezt az egész színjátékot. Sőt, örülni kellene, mert akkor felkészíti arra, hogy akkor, amikor bajnokság is van, meg csoportmeccs is, adj Isten, elkezdődik a Magyar Kupa is, akkor majd így erre fel lesznek készülve. Ez minden esetre tényleg egy ilyen, hogy is mondjam, elég fals hang volt a Rebrovtól, és eddig tőle azért nem annyira hallottam én legalábbis annyira fals hangokat, de hát ez most azért úgy olyan kicsit, hát olyan lepkefing, vagy valami ilyesmi volt ez, amitől ugyan nem száll le a fejed, de nagyon büdös. Tudod, ez a lepkefing. Jó, te... akinek ezzel a meccsel kapcsolatban mondani valója van, az most mondja el, vagy hallgasson el örökre,
Józsi. Vadi ellenes vagyok, és kommunist, várjál, milyen fasságokat írogatott ki. Na mindegy, azt sem tudok kívánni. Szerintem legyen a Józsi judeobolsevik. Hát ez sokkal fontosabb, mint hogy csak csimán komcsi, ugye? Igen. Nem, és ne legyen, Fradi ellenes legyen, az oké, de pluszba magyar futball ellenes, és egyébként curling rajongó. Én ezt jó, oké. Gyerekek, akkor fordítsuk komolyra a szót, mert rossz irányba megyünk, én úgy érzem. Szóval beszéljünk már egy kicsit, hogy szerintem meg Rebrov el fog menni, és hogyha igaz, akkor Böllöni lesz helyette, már most azért ezek a hírek terjengenek. Bizonyám. Azért az egy érdekes váltás lenne, mert hogy azért a Böllönit már egy-két klub szerette volna megszerezni magának, és nagyon nem sikerült senkinek. És hát azért én nem tudom, hogy jogosan vagy jogtalanul, de azért őt elég jó edzőnek mondják. Csak fölfedezette Cristiano Ronaldo-t. Oké, de az a múltban volt, meg minden hát, meg jelen pillanatban. Antwerpenben az elég komoly kis csapatot csinált Belgiumba a másodosztály sülyeztőjéből, tehát azért ott komoly meló volt. Figyelj, szóval egy kicsit erről beszéltünk. Egyébként Rebrov máskor is mondta már ezt a szerdaszombatot, tehát tavaly is panaszkodott erre. Úgy látszik, hogy ő már akkor amikor is akkor a magyar kupával volt baj, hogy egy nappal kevesebbet tudtak pihenni. Egyébként én kritikusan voltam nagyon a Rebrovnak, azért annyit nem szokott panaszkodni. Most persze nála is beütött ez a dolog, de én úgy hallom... Meg neki panaszkodnia kellett. Tehát, hogy valamit el kellett mondani, a saját kritikát biztos, hogy nem fog megfogalmazni, hogy az meg elcseréltem magam, nem kellett volna ezt, nem kellett volna azt, de hogyha ide jönne mondjuk a Böllöni játszós csapatokat csinálgatott, azért ő elég komoly karakterfejlesztő, és érdekes váltás lenne, mert akkor a keretet is hozzá kéne alakítani. Itt valaki írja, hogy már cáfolták, hát oké. Van az a zsákpénz, amiért megint ezt is a cáfolni. Láttunk már ilyet Magyarországon, ja. Hogy azt mondta egy edző, hogy hát hírva, absolutely no. Aztán július 31-én bejelentették, hogy I'm a new head coach, szevasztok. Tehát azért csak csinálják kezeljük ezt. A Diószegi Lacival beszéltem nemrég, ő is azt mondta, hogy nagyon szeretné Székelyföldre vinni a Böllönit. Neki igazán az lenne a hazai pálya, ott nézném meg igazán. Én kicsit, nem is kicsit, pozitívan csalódtam a Rebrovban. Ugye azt prognosztizáltam, hogy egy ilyen ukrán melós csapatot csinált, tehát ebből is tudni kell, hogy összesen kettő, másfél ukrán játszik a Ferencvárosban, összesen, tehát hogy Kisvárdán több ukrán van, mint nálunk. Csak mondtam egy számot. Közel van a határ. Ja. Igen, de nem arról szólt, hogy hozta a saját ukránjait Magyarországra, és azért az eredmények. Volt, amikor a játék is elfogadható volt, és elég jó muzsikál mostanában a Fradi. Persze azokkal a lehetőségekkel él, amivel a Tomás Doll nem tudott élni. Én azt mondtam, hogy nem lelkendezek, mert azok a lehetőségek, amik a Fradinál vannak, egy profi szakember így ki tudja használni, mint a Rebrov. Mondjuk egyébként most két bajnoki cím, mondjuk egy bajnoki cím, meg a másodiknak a 85%-a már megvan, de ha meg lesz a két bajnoki cím, akkor azt mondtam, hogy élt a lehetőségekkel, és nem visszaélt, nem bulizgat, ő biztos, hogy a labdarúgásnak él. Nem feltétlenül ugyanaz az elve a labdarúgásra, mint nekem, de én másképpen képzelem el, de ő az edző, én szurkoló vagyok. Nem minden tetszik, de azt látom, hogy tenni akar a Fradiért, és tesz is. Jól dolgozik, tehát az önmaga szintjén hozza az eredményeket. Tehát mi rossz szavam lehetne rá? Hát látod, mekkora antifradista vagy. Hát én optimistább voltam a Rebrovval kapcsolatban, mint igen. Te egyébként, hogyha emlékszel rá. Persze lehet, hogy nekem volt egy olyan hátsó gondolatom, hogy hát, ha megszívják, de nem volt. Én azt gondoltam, hogy a Fradi mentalitáshoz, még ahhoz is, nyilvánvalóan több köze van, mint egy Tomás Dolnak, mert Tomás Dolnak maximum egyébként a felezővonalhoz van köze, amit ugye nem onnan ismer fel ő, hogy az a pálya közepén van, hanem az van a legközelebb hozzá, amit fel lehet szívni, de hát mindegy is. Én egy dolgot szerettem volna mondani, bocsánat, igen. Hogy a Paks, hogyha a következő két meccsét megnyeri, az Zalaegerszeg és a Kaposvár ellen, akkor bemarad az NBA-ben. Tehát 38 ponttal idén bel lehet maradni már az NBA-ben. Ez szinte biztos. Szerintem 40 pontot tudni. 40 pont kevés lesz. Szerintem. Nem lesz. Nem lesz kevés. Nem 39 lesz. De 40 pont. Kell. 40 kell. A most van 38 pont. Körbeverések döntetlenek lesznek továbbra is.
Én úgy gondolom, hogy ha a Paks 6 pontot szerez a következő 5 meccsen, nagy esélyben fog tudni maradni az NB1-ben. És ugye már most 2 pont előnye a Debrecennel szeret, a Debrecennek... Figyelj, Norbi, ha 6 pontot szereznek, akkor lesz előttünk 8, és játszanak velünk a végén. Tehát, hogyha mi is tudunk 6-ot szerezni az utolsó fordulóig, akkor az egy kiki meccs. Na de ki ellen szereztek 6 pontot? Hát lesz még 2 hazai meccsünk. Jós győz meg a... Bízunk egy ajándék kiskorcukba, igen, meg most a hétvégén egyébként. Majd mindjárt elmondom úgyis, hogy meccsünnél, de most hétvégén jó. Szerintem eldől a sorsunk, hogy majd a kell-e még itt igen beszélgetni, de itt nekünk most már ez szerintem 2 szereplős ez a harc. Paks vagy mi? Újpest szerintem most levegőt kapott végre. Ez csak pillanatnyi dolog, mert azért a következő 2 meccs az ugye... Norbiek Józsefben van. Nehogy pontot vigyetek el tőlünk egyébként a hét. Mi az, hogy nehogy, de simán elviszünk egyébként 3-at, de most ez még ne haladjunk annyira előre. Viszont haladjunk a következő mérkőzésre, mert ott is benne volt az X-faktor, és olyan előadást élvezhettünk, láthattunk, hogy én komolyan mondom, hogy 10-esre értékeltem mindenkit és mindent, amit ott láttam, hiszen DVTK az a Legerszeg 1-1. Gyerekek, mi történt? Egyik és másik oldalról. Ez, hogy éltétek meg? Most nem tudom, döntsétek el egymás közt, hogy kit hallgassunk meg először. Szerintem a vendéget hallgassuk meg először, nem, Zoli? Nyugodtan. Hát én jól értem meg ezt a mérkőzést. Ha már ilyen sokat utazott. Hát igen. Igen, én jól értem meg ezt a mérkőzést igazából. Erről a meccsről vélekedtünk úgy itt több emberrel, hogy ha kikapunk, se lenne olyan egetverő probléma. Meg azt azért tudni kell, hogy nekünk az elkövetkező hétben elutaztunk most ugye 900 kilométerre Diósgyőrbe, szombaton hazai pályán Paks, és utána újra az országot a nyakunkba vesszük, 1100 kilométer Várra, oda-vissza. Tehát azért itt elég húzós utak jönnek, itt azért itt kellett rotálni ebbe a keretbe, és igazából kellett a fontos kulcsjátékosainkat pihentetni, azért nem meglepő módon én számítottam rá igazából, hogy egy ilyen célfutballt akarunk játszani, és nem lepett meg egy 5-4-1-es fölállással álltunk föl, 5 védővel, igazából jól megszerveztük a csapatot. Most amióta Márton Gábor az edző, azóta tényleg a védekezés is nagyon, nagyon jól összeállt. 5 helyen változtattunk a kezdőbe a Puskás ellen, Puskás meccs óta. Védekezőben játszottunk, az biztos, hogy az első fél idő az egy célfutball volt, amikor igazából én azt gondolom domináltunk akkor is, mert mi azt történt a pályán, amit mi akartunk. A Diósgyőr se focizott többet. Nem tudom, hogy akartak-e többet focizni, tudtak-e volna többet focizni. Azt tudja, hogy lezártuk a területeket, jól állítottunk lesre. Nem tudom, az első fél időben 4-5 les volt, biztos a Diósgyőrnél. Jó, a védőink, a Katanec, a Kocsis, Bobál, Szépe, Tamás nagyon-nagyon jól lezárták a védelmet, nem jutott át azon labda. Támadójátékban viszont a két szélsőnk, Babat és Osztrák, egy kicsit súlytalan volt. Látszott, hogy itt a stabil védekezésre törekedtünk, azért volt egy-egy jó labda, viszont Ikobát nem tudtuk megjátszani, ezért támadójátékunk nem muzsikált az első félő. Nem ez volt, ez tuti nem a mi játékunk volt, nem ez az igazi arca az Etének, amit láttunk az első fél időben. Második fél idő elején nem vártam cserét, és ez így is lett. Ha gondoltam az ivószünet, vagy egészségügyi szünet, nem tudom, hogyan nevezzem, utána majd belecserélünk, és nem is csalódtam. A Márton Gábor abszolút pozitív, ahogy ezt a meccset lemeccselte, nagyon jól osztotta be az erőlétet, tudjuk jól, hogy mi vagyunk a legkevesebben, sokan sérültünk, tehát 60. percben jött a 3 gyors, nagysebességű játékosunk, a Bolla, Radó, Bőle. Utána szerintem nem túlzás, megnyerhettük volna a meccset, nekünk állt a meccs, azt gondolom. Igazából volt egyből egy labdája a Radónak, amit a hazai védő hát, eléggé 11-es gyanús volt. Nem mondom azt, hogy biztos 11-es, de hogy a Radónak nem sárgalap, az biztos. Az biztos, hogy nem volt sárgalap. Nem is értettem a bírót, hogy ott mit nézett, melyik mérkőzést vezette, de hogy ez nem volt nekünk sárga, az biztos. Jó, innentől kezdve egy
tévében egy nemzete vagy Diósgyőr szurkolónak is egy élvezhető meccs volt, megélénkült a játékunk. Hát jött a szokásos gólunk, amit Szögletből megkaptunk, szépen adott egy gólt a Diósgyőrnek ajándékban. 409 perc után kapott Demjén Patrik gólt. Egyszer meg kellett szakadni ennek a sorozatnak, nagyon jól véd, le non plus ultra, amit tudok róla beszélni, illetve az egész csapatról is. Utána 70. percben akkor beállt a Mitrovic és a Bobán, mint a Mitrovic kora ellenére az egyik legjobb játékosunk, meg nem hazudtolja meg magát, tényleg nagyon jó labdákat ad, jól áll a pályán, szerintem ő nekünk az egyik legfontosabb játékosunk, illetve kiemelem most az erőléti edzőnket, Viktor Murt, aki ugye a válogatottnál, ha jól tudom, a Stortnál volt erőléti edző ott is. Nagyon jól fel van ez a csapat készítve, látszik, hogy van erőnlétünk, és tényleg nagyon jól hajtottunk, hát, és meg is jött a gól, amit vártam, mert látszott a játékban, azt gondolom, ha rúgunk hármat abba az utolsó 30 percben a Diósgyőrnek, az nem lett volna meglepetés, és szerintem, ha az egész meccsen így álltunk volna föl, ha bírjuk erőlétbe, szerintem sima vendéggyőzelem, én azt gondolom. A Bolla nagyon szépen szépen berúgta az egyenlítő gólt, ott a védők nem tudom hova tűntek, de tényleg nagyon szép beadásból Mitrovic beadta, de viszont megdicserném itt a Bedic, aki nagyot küzdött, ő kezdő ember volt, ugye, hétvégén is játszott, és a 80. perc környéken egy hatalmas sprintet levágott, hogy megmentse az alapvonalnál a labdát, és onnan egy visszapaszból tudta Mitrovic beadni a Bollának a labdát. Utána azért még volt a Diósgyőrnek is egy-egy helyzete, nekünk volt még egy, ami lehet ez a másik 11-es gyanús számomra, bár azért ez biztos számomra nem volt 11-es teljesen, mert a Bőle is visszafogott a védőnek, amikor befordult, tehát ez inkább az első az, ami 11-es volt. Összességében azért ez egy igazságos döntetlen, de ha a teljes kerettel az első perctől állunk föl, azt gondolom ez a meccset meg tudtuk volna nyerni, de jó az 1-1, az erő nem fáradtunk el, azt gondolom, ha komolyan vesszük, akkor nyerünk, illetve ha a két 11-esből egyet megkapunk, illetve a sajtóval lehoztak sokszor, hogy nem kaptunk licenszet, és hogy mi történik, ez egy adminisztratív probléma volt, vagy ez egy nagy kacsa volt, ebben nem kellett volna nagy ügyet csinálni. Kár, mert mi átvettük volna szívesen, úgyis van benne rutinunk. Van licenszünk, tehát nincs problémánk, én azt gondolom, ez a csapat képes a bentmaradásra, jó erőkből áll, és nagyon jól osztja be az erőlétét, és azt gondolom, jó kis meccs volt ez. Szóval Zoli, én azt láttam, hogy nem feltétlenül értesz egyet, de hát ez teljesen természetes. Te hogy láttad a diósgyőri szemszögből, ez hogy nézett ki ez a dolog? Mert azért ez egy-egy, egyébként nyilván a Zalaegerszegnek jobb egyrészt, másrészt pedig szerintem a szurkolók többsége, ha nem is Zalaegerszeg vagy Diósgyőr szurkoló, inkább a Diósgyőr győzelmét valószínűsítette volna a mérkőzés megelőzően. Most, hogy hallgattam Kriszt, olyan érzésem volt, mint a Kuttót hallgatnám, hogy így teljesen más meccset néztünk, tehát ő is mindig mondja, hogy amikor kikaptak, hogy kurva jók voltunk végig, meg minden, tehát hogy én azért nem gondolom, hogy az Zete nyerhetett volna, tehát hogy láttam az összeállítást, és felálltak öt védővel, akkor tudtam, hogy ők X-ért jöttek Miskolcra, úgy vannak vele, hogy jó lesz az X, bónusz, hogyha esetleg pontrugásból rugunk egy gólt, de akkor azt is tudtam, hogy hiába változtattunk a csapaton, mert több helyen változtatott Feckó, mi ezzel nem fogunk tudni mit kezdeni. Tehát a bekkelő, beállt 8-9 emberrel védekező csapat ellen, még a Diósgyőrben nincs meg az az átütő erő, hogy le tudja nyomni. Nagyon jó meccsre számítottam, mert azt gondoltam, hogy az Zete nyerni jön Miskolcra. Ha az Zete nyerni jött volna Miskolcra, akkor nyerő embereivel kezd, és akkor egy nyílt játék alakult ki, nekünk jönnek, lekontrázzuk őket, és akkor kijött volna mondjuk az Etének is az, hogy milyen a nyerő embereivel, meg kijött volna az, hogy tudjuk mi játszani azt a játékot, amiben igazán jók vagyunk. Mert kontrázni azt jól tudunk. Tehát ezért gondolom, hogy az Ete úgy jött ide, hogy az X az tökéletes eredmény lesz nekik, és hát ennek tükrében ment le az első fél idő. Hát ők védekeztek 8 emberrel, mi gyömöszöltük őket, de nem találtunk rajtuk fogást, passzolgattunk, védekeztek, gyömöszöltük őket.
Tehát itt ilyen helyzetben nem tudtuk, tehát nagyon sok kritika volt nálunk a csapatjátékát illetően, mert hogy Molnár először kezdett nálunk, hogy Molnár halomány volt. Hát Molnáron három ember lógott állandóan, még így is csinált olyan kulcspasszokat, hogy csak néztem egyébként. Meg, hogy Kis Tamás gyenge volt. Hát Kis Tamásnak azért volt olyan sprintje, amikor Babati megindult a labdával, hogy 10 méterről hátrányból lefutotta és még elvette tőle a labdát, tehát hogy lehet Kis Tamást kritizálni, de teljesen fölösleges. Tehát szétfutotta magát, lehet, hogy túlfutotta magát a meccsen, mert a végére nyilván elfogyott erőnlétileg, de az első meccs az egy ilyen taktikai csata volt. Az Ete őrizte az egy pontját, teljesen boldog volt vele, mi meg itt próbálkoztunk, de abszolút semmi nem jött össze, semmi nem ment, nem volt kreativitás. Tehát szurkói szemben szerintem ez egy teljesen szar meccs volt az első fél idő. Nyilván egyébként nem véletlenül mondta el, én nem voltam most kint, hanem tévében néztem, aki közvetítette is, hogy ha ez a gól a 20-valahanyadik percben születik, akkor ez egy jó meccs lett volna. Ugye akkor teljesen mindegy, melyik csapat szerezte volna, bár azért inkább az lett volna jó, hogyha mi szerezzük, mert hogyha az ETS szerzi, akkor tovább bunkerelt volna. Hogyha mi szerzünk egyet, akkor ugyanígy kinyíltak volna, mint most, amint ugye a 70-valahanyadik perc után, és akkor lett volna egy frankó meccs belőle. Ugye a pontrugások már mindig benne van a hiba, befejelte ez a srác a gólt, hogy hívják? Szépe János. Szépe. Hát szerintem forduló gólja volt, tehát ezt én nagyon sajnálom, hogy öngólnak nem lehet adni forduló gólját. Az egy bomba fejes volt, tehát mi se csináltuk volna jobban, de azért azt hozzá kell tenni, hogy kb. Mögötte ott állt Tabakovics, és az ő fejére volt varázsolva a labda. Persze nyilván kihagyhatta volna, tehát nem tudhatjuk, hogy mi van, hogyha Tabakovics fejére pattan, de azért az egy jó beadott labda volt. Annyira jó beadott labda volt, hogy a Szépe se tudott neki ellenállni, tehát hogyha meg kell dögölni, akkor meg kell dögölni. Úgyhogy szépen beverte. Hát onnantól kezdve ugye megváltozott a játék képe, az Allegriek becserélte az ászait, és nyilván egyből támadóbbak lettek, de ugye itt jött az, hogy mi az elejétől fogva ugye úgymond a jobb játékosainkkal játszottak, akik a végére elfáradtak. Amikor az Allegriek becserélte a gyors jó játékosait, akkor nálunk már a fáradtak voltak, és nem volt lehetőségünk csak az, hogy cserélünk, de minőségben nem tudtunk ugyanolyanokat cserélni. Tehát nálunk, amikor a Cortez felkerül a pályára csereként Kis Tamás helyett, nálam ott van vége a meccsnek. Tehát én akkor ott azt mondom, hogy jó, akkor mi már itt nem akarunk semmit csinálni, most már ez egy ilyen bohóckodás lesz, próbálkozunk meg minden, de itt már nem lesz értékelhető mutatvány, és nem is lett. Azt azért látni lehetett, azt is látni lehetett, hogy az Ete gólja az abból született, hogy Kis Tamás elfáradt. Tehát szétfutotta magát, nem ment vissza úgymond a támadóval, elfutott mellette egész egyszerűen. Szép gól volt, de az egész védelmünk közelről nézte, ez egy kicsit olyan lok is volt, hogy így a legolcsóbb jeggyel mégis a legjobb helyről tudtad nézni a meccset, mint játékos. Úgyhogy ugye nekik nem kell jegyet venni. Tehát oda kellett passzolni. Oké, hát nincs ezzel gond, de mondom, hogy ott elaludtak a védők, hát ez ennyi. Zoli marhaságokat beszél, közben írják. Jó. Oké, szóval, hogy ez egy ilyen taktikai csata volt, ami egy X-et eredményezett. Jó volt ez mindenkinek így, senki nem kapott ki, hát most szerintem az Allegriek az elején abszolút aláírta volna az egy pontot, hogyha nekem azt mondják, hogy figyelj, ez lesz egy békés döntetlen, én is azt mondom, hogy jó van, legyen, de én annyiba csalódtam, hogy én egy jó meccset vártam. Tehát én azt gondoltam, hogy kimegyünk az Allegriek, nekünk jön, mi nekik megyünk, és akkor fú, most eldől, hogy akkor mi lesz. Hát ez inkább egy ilyen taktikai csata volt, ezért nem is értettem, hogy Szabolcs hogy konferálta fel ezt, hogy ez jó meccs volt, mert szerintem egy szar meccs volt, nézhetetlen volt számomra. Ott volt egy kis irónia azért. Ja, tehát, hogy... akkor jó. Tehát, hogy volt 20-valahány perc a végén, ami talán értékeltő volt, de addigra meg sajnos elfáradt a csapaton. Egyébként ez az ötcserés szituáció, ez egyébként ezeket a taktikai, stratégiai dolgokat sokkal jobban előtérbe helyezik, mert ugye nyilvánvalóan ugye a mezőnyjátékosok felét le tudott cserélni. De az tényleg rendkívül komoly dolog. De ezt nálunk ezt kellett csinálni most. Valljuk meg őszintén, mi vagyunk a legkevesebben, tehát 23 fő a keretünk, illetve teli vagyunk sérültel, illetve kétszer átutazzuk az országot. Muszáj volt nekünk valami taktikailag az edzőnek muszáj volt valamit kitalálnia, mert ha most ezt a meccset úgy játsszuk le, ahogy a Zoli mondta, hogy nekik essünk, akkor hétvégén a Paks ellen a
60-70. percben elfáradnánk. Tehát muszáj volt nekünk ez. Tehát mi nekünk muszáj volt ezt bevállalni, és nagyon jó tettük, hogy bevállaltuk. Azt gondolom, néha bele kell férni ennek a célfutballnak. Ez egyértelmű, tehát ez nem is kritika veletek szemben. Persze, értem. Tehát én nem is kritizáltam, jó formában volt az Alegerszeg, jó formában volt a Diózsi, most ebből, hogyha nagyon ránk jöztök, akkor lehetett volna akár egy nagy vereség is, akár nektek, persze, akár nekünk. Tehát most egyértelmű, hogy nem akart kockáztatni, yeah, igazán senkinek, nektek minden egyes megszerzett pont abszolút fontos. Nekünk meg úgymond, hát most ha így nézed, mindegy, és miért mindegy ez, ezt hagyd mondjam el, mert nálunk ugye a fórumon most mindenki fortyog, hogy jó, mit akarunk mi, meg hogy akarunk mi. De azért azt látni kell, hogy az Alegerszeg meg a Diósgyőr között azért játékban is nagy különbség. Annyi a különbség, hogy a Diósgyőr szerencsés szériában volt, az Alegerszeg meg szerencsétlen szériában volt, mi föntebb vagyunk, ők lentebb vannak. Tehát most itt mindenki azt hiszi, hogy majd most Diósgyőr agyonver mindenkit, legalábbis a Diósgyőr szurkolók, holott nem. Holott szerintem most ott vagyunk, hogy az ötödik helyen vagyunk, és hogy ebből még bármi lehet. Akár még a harmadik helyre is odaérhetünk, de lecsúszhatunk a hetedik helyre is. Ha hetedikek leszünk, mit számít? Vagy ha ötödikek leszünk, mit számít? Sokat. Igazán nem számít. A nekünk. Hetedik helyez nem jó nektek, mert akkor egy meccsel kevesebbet játszhatunk. Hazai pályán a következő szezonban plusz 20 millióval kevesebb. Oké, de most a Diósgyőr szurkolók nem ebbe gondolkodnak. Tehát egy szurkolónak mindegy, hogy ötödik vagy hatodik vagy hetedik, de azt kell látni, hogy ez a csapat... Várjál, hát a tulajdonosnak mit számít 20 millió forint szerinted? Az se számít igazán, de ahogy ismerjük, nyilván számít neki. Tehát... Sajnos, igen. De azért plusz egy hazai meccs azért jól jönne, nem? Egyértelmű, de mondom, a szurkolók nem így nézik. Tehát a szurkolók úgy nézik, hogy mi most akkor ott leszünk az Európa Ligában, meg menni fogunk. Kérdés az, hogy kell nekünk Európa Ligába, de ezt már több fordulóval ezelőtt is említettem. Tehát most ez van, gyerekek. Én azt is el tudnám fogadni, ha azt mondanák, hogy most akkor ki fogjuk próbálni egy pár fiatal játékost is. Tehát, hogy amikor oda kerül a meccs, akkor be fogjuk cserélni a fiatalokat, nézzük meg, hogy ők mit tudnak, belefér, talán ez is belefér. De az is lehet, hogy mégiscsak nyomni fogjuk százzal a gázt, és mindenkit meg akarunk majd verni, aki jön szembe. Ezzel is együtt tudok élni, csak hogy ne várjuk azt, hogy ez egy világverő Diósgyőr lett. Ez a Diósgyőr, ez utolsó helyen kezdte ezt az egész bajnokságot. Tavaly majdnem kiesett, meg előtt is majdnem kiesett. Most van egy jó edzőnk, van egy mag, amire lehet építeni, ami ugye megmutatja azt, hogy amikor cserélünk, ez a Fradinál is így volt, amikor elkezdünk 4-5-öt cserélni, meg így volt most is, amikor 4-5-öt cserélünk, elvesztjük az élét a játékunknak. Tehát onnantól kezdve számomra csak vegetál a csapat a pályán. És igenis, hogyha akarunk valamit, az nem ez az év kell, hogy legyen. Ez az év megmutatta, hogy kikre lehet számítani, és ezek mellé, a játékosok mellé lehetne igazolni egy-két jó csatárt. Tabakovics Zicser hibázott tegnap is, pedig Korbé nagyon szépen végigvitte a szélen, kicselezette még az Atya Úristent is, és akkor beadta a Tabakovics, nem tudom, megint úgy lépett, hogy meg ne sérüljön. Tehát Tabakovicstól szerintem el kell köszönni, egy futács, hogyha jönne helyette, akkor azt mondom, hogy na, minőségileg léptünk előre. Kis Tamás szerintem teljesen jó. Rui Pedro, ha visszajön, azért sok labdát összeszed a középpályán. Nekem szerintem nekem tegnap hiányzott a játéka. Balbekben nagyon gyengék vagyunk, tehát amit a Memolla tegnap művelt, hogy egyenesen a vonal mellett kellett volna indítani Kis Tamást, az kirúgta a pályáról a labdát. Hát Peckót azért nem szoktam látni üvöltözni a pálya szélén, de ott aztán üvöltözött rendesen. Tehát ugye ez a akit Kis Tamás helyett beállítottak, ez a Cortez, ez tényleg egy bohóc, tehát hogy szerintem el kell felejteni, hozni kell a Kis Tamás mellé egy jó játékost, és a Kis Tamást meg kell tartani. Tehát szerintem, hogy három... csapatból jött, megmondta a riporter, a bolíviai FC Destroyers, érted? Na, elég komoly csapat pedig. Tehát, hogy kéne vagy 3-4 meghatározó játékos ehhez a maghoz megtartani a jókat, és akkor azt mondom, hogy jövőre neki lehetne menni itt bárminek, meg bárkit fel lehetne venni a kesztyűt, de jelenleg ez a csapat még egy ilyen formálódó csapat, úgyhogy nem kell itt ilyen a fellegekbe járni. Persze nyilván én is mondtam azt, hogy negyedik helyre várom a csapatot, és én nem bánnám, hogyha negyedikek lennénk, és mindenki örülne, tudom jó, hogy feckóik is úgy gondolkoznak, hogy minél előrébb akarnak végezni, de hogyha nem jön össze, akkor meg nincsen semmi. Akkor meg azt kell mondani, hogy jövőre meg akkor ott kell állni, akkor hát, ha igazolunk jókat, és akkor mindenkinek az ellenfele lehetünk. Tehát, hogy ennyit tudok erről mondani. Itt még kérdeztek, hogy ki volt a bemondó, hát új bemondó van, a Demko Norbi, aki a sajtós a klubnak,
Most, hogy ez végleges vagy nem, én nem tudom, hogy az, a Hollósi Andrástól én nem úgy tudom, hogy elköszöntek volna. Én úgy tudom, hogy ez azért van egyszerűen, mert hogy úgy mehetnek be oda a stábtagok, hogy koronavírus tesztjük van, és mivel ők ott dolgoznak, ezért nekik mindig adott teszt, tehát sokkal egyszerűbb ez, mint megcsináltatni egy ilyen külsőssel. Most, hogy ez igaz, vagy nem igaz, vagy kirúgták, vagy nem rúgták, ez majd kiderül, de azt azért el kell mondanom, hogy szerintem a Norbi jobban csinálja ezt a dolgot. Kevésbé szól bele a szurkolásba, és ezt az ultrák azért azt annyira nem szeretik, amikor nagyon össze-vissza szurkolatnak velük. A másik még, amit én abszolút nem tudok megérteni, és segítsetek megérteni, hogy eljön a Zalaegerszegről, a szurkolók utaznak 400 kilométert, és a Fradi indulót éneklik a lelátón, hát tőle hányok. Tehát, hogy gyerekek, én egyetlen egy csapatnak az indulóját nem tudom, csak a sajátomat. Hamarabb vágnám ki a nyelvem, mint hogy elénekeljen bármelyik csapatnak az indulóját. Tehát, hogy gyere el, éltesd a csapatot, de minek hozod ide a Fradit? Tehát, hogy így nem tudom, gyerekek. Én erre semmilyen észszerű magyarázatot nem tudok. Ez nekem egy ilyen LMBTQ közösség. Hát, igen. Ez egyébként, igen. Egyébként ez nyilvánvalóan fura egy dolog, mert én azt például pontosan tudom, hogy mi azért az angyalföldiekkel így tök jóba vagyunk, de hát eddig semmelyik oda-vissza, eddig semmelyik társaság nem merészkedik el. Bár odáig viszont igen, hogy adott esetben egymás mérkőzéseire elmegyünk, de hogy a mi meccsünkön, amit egy harmadik félel szembe vívunk meg, mindegy, én azt gondolnám, hogy ezt ugyanúgy el kell fogadni, hogy ez így működik, mint ahogy valószínűleg az érintettek el tudják fogadni, hogy nálad meg ez nem működik, Zoli. Tehát ugye azért ez egy ilyen oda-vissza. Ebben nincs semmi nagy probléma, én azt gondolom. Én ezt hát már most mondtad, hogy te is tarista vagy részben. Persze, hogy nincs. Nincs, de miért probléma, ha két szurkolótávod nem utálja egymást, hanem jóban vannak? Ezt nem tudom megérteni. Miért hát ez már kicsit, mint a túl lenne rajta, Zoli ezt akarta érzékeltetni, de igen, nyilván... de most nincs elég saját dalotok, hogy a Fradiét éneklitek? De, bőven van elég. Hát ezért nem értem. Tehát, hogy... Hát akkor, amikor MB2-ben volt az Zalaegerszeg, mi is rendszeresen megemlékeztünk róluk, énekeltünk, biztattuk őket. Hát szerintem, hát most én nem tudom, hogy titeket mindenki utáz, ezt én nem tudom hova tenni. Most ez van, a Ferencvárosért szoktak rajongani. De ti tudjátok, hogy ez miért van? Persze. De egyébként tényleg mondjátok már meg, hogy honnan ered. Azért, mert az intelligens emberek, sportemberek kedvelik egymást. Azt hittem a Széchenyi fürdőbe egy. De nem, hogy most egy normális magyarázatot szeretnék hallani. Két társaság összemelegedett a Széchenyi fürdőbe. Nem, tényleg, ennek milyen történelmi hagyományai vannak? Most ez teljesen komolyan. Nem tudják ők se, csak azt tudják, hogy szeretjük egymást. De ugyanúgy, mint Nyírbátorban, ugyanúgy Nyírség környékére a Ferencváros rengeteget járt edzőtáborba, Zalába is. És ott edzőmérkőzéseken együtt szurkolt a két társaság, ennek már sok évtizede. Úgyhogy innen ered ez a barátság, és ezt, ugye a jó barátságokat nem szokták így fölrúgni. És egymás mellett van, amikor ugye még bizonyos esetekben keményebb dolgokban is kiáll egymás mellett a két tábor, közösen indítanak csapatot, hogyha az egyiknek úgy gondolják, hogy segítségre szorul a másik. Úgyhogy szerintem ebben nincsen rossz. Hogy szerintem ebben is van rossz, de mindegy. Hát szerintem mind a két csapat ki tudna állítani egy saját, sőt ki tud állítani saját csapatot is, de én úgy gondolom, hogy ez egy reprezentálja ezt a sportbarátságot. Szerintem ebben nincsen semmi. Az, hogy nektek vagy a többi csapatnak nincsen, arról nem mi tehetünk. Meg igazán ez így alakult ki. Tehát most... De ti is éneklitek a Zalaegerszeg indulót? Nem, a Zalaegerszeg indulót nem szoktuk énekelni, hanem megszoktunk róla. Mert nem akarok akkor az Zalaegerszeg. Akkor ti nem gondoljátok komolyan ezt a barátságot. Dehogy nem. Komolyan gondoljuk. Akkor légyszer is énekeljétek. Minden Zetef Fradi meccs a Fradi tábor azzal köszön, hogy zeg-zeg-zeg Zalaegerszeg. Igen, meccs végén is mindig ez van. Szerintem a Fradi tábor pont ugyanolyan komolyan veszi ezt a barátságot, mint mi. Egyébként a Fradi tábor...
Egyébként a Fradi tábor velünk is nagy haver, mert mérkőzésenként kétszer, háromszor, ötször, tízszer meg szokott rólunk emlékezni. Tehát ne felejtsd el, hogy azért ez így multilaterális ez a dolog. Igen, ez is, ez is egyfajta tisztelet, tudod. Azért, ha megemlékezik az ember az egyik legnagyobb, a legnagyobb riválisról, ha mondjuk már az MTK nincsen, aki aztán tényleg az ősi rivális. Úgyhogy... Hát mindegy. Én így szocializálódtam, tehát az, hogy az Zalaegerszeggel mindig jóba kell lenni. Tehát én már az én gyerekkoromban is ez volt. Hát jó, mindegy, nekem ez fura, nekem meg az volt gyerekkoromban, hogy mindenkit utálni kell. Hát nekem az Újpestet kaptam állandóan én is, hogy az Újpest hagyatbázok nem is emberek. Bazán. Na mindegy, gyerekem, nem emberek, Nekem is négy lábam van, meg hat kezem. De nem, hogy ezt kaptam gyerekkoromban, baszak, hogy Újpestre nem menj oda, baszak, nem menj oda. Persze, még, hát még egy dolgot. Mi Újpesten a gyerekeknek úgy tanítjuk, hogy a fehér meg a zöld legót bármit raksz össze, azt nem rakod egymás mellé. Tehát ezen nincs baj, most mi van? Hát gondolom a másik oldalon más ilyen hülyeséget van. Most elmondanám nektek, menjünk a Loki meccsre. Még várjunk egy picit, ugye két dolog, ha már színekről, a gyerekem most ballag 8-ba, és valaki kitalálta, hogy mindenkinél egy szár virág lesz, és mit tudom én, egy kála, és akkor az első apuka egyből zöld-fehér, az biztos, hogy nem lesz. Tehát nálunk így a ballagásnál így ez jön fel, és még egy dolgot akartam, hogy ebbe a meccsbe így nem volt több, de még egy kulisszatitkot hagy áruljak el, mert ez azóta is bennem van, és már ott a saját fórumunkon egy mosollyal elintéztem, amikor Krisz megírta nekem a meccs közben, hogy a Diósgyőri tábor milyen jól szurkol, a Zete és a Fradi tábor mellett még ez az, amelyik valamennyire jó. Ezt most is aláírom, hogy a harmadik legjobb tábor a Diósgyőr. Ezt most is aláírom. Hát oké. Ezt én is. De szerintem ebben megint nincs semmi. Az, hogy elismerem a tábor. Nem, nincsen. Szerintem itt a sorrend nem tetszik. Itt a sorrend nem tetszik neki. A Fradi és az Ette mellett még a Diósgyőr tábor is jó, de mindegy, nem köszönjük. Baj. A sorrend az marad. Oké, mindegy, köszönjük. Tehát, hogy nem volt több ebbe a meccsbe. Egyébként meg tényleg, hogyha így nézed, három meccset játszik a Diósgyőr, meg ugye minden csapat 7 napon belül, és előtte meg 2 napig hepáztak, és mindenféle ilyen szar, olyan edzésekkel edzettek, hogy otthon csináljál 20 fekvőtámaszt, meg minden. Tehát, hogyha így nézzük, én még azt is meg tudom érteni, hogy akár elfáradnak meccs végére. Úgyhogy meglátjuk, hogy majd hétvégén mit tudunk kezdeni a Kaposvárra, azért remélem, hogy ezt be tudjuk húzni, bár biztos motiváltak lesznek. Na jó, akkor tényleg menjünk egy olyan mérkőzésre, ami nem döntetlen lett, és még talán érdekelt embereket is. Mert azt hiszem, ez egyetlen egy mérkőzés volt olyan, és hát ezt egy kiesési rangadóként kell apostrofálnunk, ami már eleve nonsens. Tök durva. Egyébként elhangzott a közvetítés során, hogy a jelenlegi NB1-es mezőnyben a két legrégebb óta jelenlévő csapat, ugye mi a 90-es évek eleje óta, az Újpest meg ki tudja már mióta. 1912 óta. Igen. Igen, hát és akkor most tényleg, de hogy élted meg, Balázs, mert én azt láttam, én csak egy-két dolgot mondok, majd aztán mondom a véleményem, hogy különösen a Tőzsér, de egy-két másik meghatározó játékos is, én azt láttam, hogy a 15. perc után nem kapnak levegőt, és de egyébként mentek, tehát hogy nem gondolnám azt, hogy nem próbálták meg, amit meg kell próbálniuk. A másik oldalon meg nálunk egy ilyen viszonylag kockázatmentes ilyen ízét látunk, ami persze egyébként célra vezető volt az eredmény tekintve, de nálunk meg valószínűleg elég volt ahhoz, hogy a padon ne az az ember üljön, aki egyébként így a legnagyobb fék volt eddig. De a ti oldalatokról hogy nézett ez ki, mert én ott még mindig úgy egy kicsit olyan fals hangokat látok a pályán, hát ez most kurva nagy képzavar volt, de... Hát ugye kezdjük azzal, hogy volt itt egy beszélgetés és találkozó, ugye a tábor és a Kondás, illetve Tőzsér között,
ugye erről még vasárnap este is beszámoltam, hogy volt egy kis eszmecsere, rendezték a nézeteltérést Kondással, ezt ő is elmondta egyébként a meccs előtti nyilatkozatában, egyébként vicces volt, mert azt mondta, hogy ő már eddig is szerette volna ezt rendezni, csak nem volt közvetítő, aki összehozta volna a találkát, hogy bazzeg, nem tudsz oda menni és bekopogni a törzs helyre, hogy sziasztok fiúk, elnézést kérek, na mindegy, ezen most lépjünk. Félő levérték volna a szemüvegét ugye elsőre. Aztán volt egy olyan riporteri kérdés, hogy mire volt elég ez a két nap, amióta kinevezték, erre egy diplomatikus választ adott, semmire. Ez hatalmas volt. De egyébként őszinte, igen, őszinte, tehát ebben most én se kötök bele, tehát tényleg semmire nem volt elég. Vártunk volna valami szemléletváltást, vagy taktikai húzást, ebből nem kaptunk semmit, tehát ugyanazt a hadrendet láttuk, ugyanazt a felfogást, még nagyjából a kezdőcsapat is megegyezett, ugye Haris nem tudott játszani a sérülése miatt, neki annyi erre a szezonra, meg erre az évre is, bekerült helyette Csősz, a favágó. Hát ugye nagy kérdés volt, hogy... Csősz vagy favágó? Tehát döntsük el! Jogos. Hát vártuk volna, hogy valami kis változás legyen a játékunkban, hát megkaptuk a szokásos első 10 perces gólt, rögzített helyzetből, pedig Kondás elmondta ezt is a meccs után, hogy ugye eddig zónavédekezés volt rögzítetni, most átálltunk emberfogásra, nagyon tehetséges módon Pávkovics kétszer is üresen hagyta Risztevszkit, az elsőt még megúsztuk, a másodikat már nem. Úgyhogy gratulálok. Is pont ezt nem tudta a Pávkovics. A pedig én még most is tartom egyébként, hogy nem rossz a srác, lenne benne potenciál, de úgy nehéz, hogy állandóan neki kell mindenki helyett javítgatnia. Aha. Tehát kéne szerintem mellé egy értelmes, rutinos belső védő, aki mentorálja őt. Ugyanezt hallottam olyanoktól is, akik értenek is hozzá, tehát én nem értek hozzá nyilván. Úgyhogy... Nekem nem tetszett az, hogy megint ilyen statikus játékunk volt, tehát mindenki állva várta a labdát. Amíg nem került elé, nem pattant elé a labda, addig ácsorgott, amikor úgy látta, hogy na közelít, akkor megindult. Na most ez ugye azért probléma, mert támadásnál így nem tudsz helyzetbe kerülni, tehát egy felállt védelem ellen így a büdös életben nem lesz helyzeted. Amikor pedig az ellenfél támad is így védekezel, akkor az lesz, amit láttunk, hogy ütemvesztés, és akkor már csak rugdosódni tudsz meg becsúszni, meg szabálytalankodni. Ezért mondtam Csőszre, hogy favágó volt, mert elég rendesen hentelt ott az első félidőben, és amikor lecserélték, akkor én azt hittem, hogy ez az ő játékának szól, hogy nem volt vele megelégedve Kondás, de sérülés miatt jött le végül is, tehát mondjuk nem osztott, nem szorzott. Gyenge a védelmünk továbbra is, tehát nevetséges védekezés mutattunk be a második, harmadik gólnál is, Nagy Sanyi nem jön ki a kapuból, egyfolytában vonalkapusként működik közre. Úgyhogy tényleg, ahogy a összefoglaló cikkemben is írtam, hogy összegezve, hogy mit láttunk, ugyanazt kaptuk, mint az elmúlt kb. 10 meccsen, illetve a szezon nagy részében. Rengeteg egyéni és csapatszintű hiba a védelemben, illetve fásult és tompa támadójáték, rengeteg pontatlanság, nehézséget okozó labdalevételek, minden statikus állófocival fűszerezve, és hát ugye statisztikára még kíváncsi voltam, de láttuk saját szemünkkel, a 85. percig nem találtuk el a kaput. Az az egyetlen egy kaput talált lövésünk volt, egy Bódi lövés, és a gólunkat is, tehát nem mi szereztük a gólt, hanem egy lecsúszott beadást, rávédte a kapus a védőre, akiről bepattant, tehát így nem lehet kiesési rangadót nyerni, úgyhogy a hozzáállásban azért láttunk pozitív változást, nem mindenkinél, tehát azért Tőzsér Dani ott a 80, nem tudom, hanyadik percben izomból alávert egy olyat az Újpestinek, hogy én szerintem ott ő ki akarta magát állítatni, hogy ne kelljen játszania. Nem sikerült, sajnos csak sárgát kapott, úgyhogy most is ott lesz a kezdőbe, biztosan mindent meg fog tenni a sikerért, el tudom képzelni, mindegy. Úgyhogy... Lefújás után megint volt egy kis szóváltás ott a szurkolókkal, most nyilván higgadtabb hangnemben. Ott a játékosok megköszönték a szurkolást, egyébként nagyon szép számban elmentek a debreceni ultrák, úgyhogy tényleg itt most nem rajtuk múlt, tehát ők megtették, amit megígértek, és végig szurkolták a 90 percet. Úgyhogy ez nem a szurkolókon múlt, ezt Tőzsér is elmondta egyébként a meccs utáni
hát érdekes nyilatkozatában, hogy ott már azért ő is bevallotta, hogy hát nem méltó, amit a DVSC mezében csinálunk, mintha már kicsi érzelmet is láttam volna felfedezni a tekintetében, bár Csibóék szerint semmi ilyenről nem volt szó, na mindegy. Bóri Ádám pedig azt nyilatkozta egy utólag, hogy harcosokra van szükség, mert a szép játék nem biztos, hogy most menni fog nekünk, van nyomás rendesen a csapaton, de ezt csak mi tudjuk megoldani, igaz, a szurkolóink is segítenek. Abszolút ül, amit mond, sőt, ugyanezeket a szavakat írtam le egyébként a meccs előtt, az Újpest meccs előtt, hogy nekünk most harcosokra van szükségünk, és én úgy gondolom, hogy most kéne Kondásnak egy nagy szemléletváltás, és egy olyan focit összehoznia, egy olyan célfutballt, amiről itt most beszéltetek a Diós-Zete meccsen, vagy ha még emlékeztek, amilyen focival mi pont a Zetét megvertük idegenbe idén, 2-0, amikor feladtunk minden támadást, kivédekeztünk mindent, volt egy kis szerencsé, és aztán három helyzetből kettőt bevertünk. Itt szerintetek át a félpályán. Tehát ez kéne most, látványosan nem tudunk dominálni, nem vagyunk képesek arra, hogy mi legyünk a kezdeményező csapat, mert akkor a védelmünknek a hiányosságai kijönnek, és tavaly ez, amikor nagyon ült, hogy kontrafocit játszottunk Hercegbandival, mert ő ezt nagyon jól látta, hogy erre alkalmas a csapat, akkor jöttek az eredmények. Most a hírek szerint a Szima emiatt basztatta Herceget a nyáron, hogy hoztunk támadókat, akkor tessék innentől támadó focit játszani. Nyilván engedett a nyomásnak, és hát ez lett a vége belőle, hogy tonna számra kapjuk a gólokat, 50 nem tudom hánynál tartunk, már majdnem meccsenkitti kettes átlag megvan, Kaposvár utána magasan második legtöbb kapott gól, és akkor még Vitelkivel idehozta Vitelkit, és akkor mi játszunk gegenpressinget, hát persze. Erre alkalmas a keret, igen, a gegenpressingre. Úgyhogy remélem, hogy Kondás, én azért nem tartom őt annyira szaredzőnek, hogy ezt ne lássa be, hogy most erre van szükség. Nem kell most itt nekünk a szép játék, nem kell nekünk a labdabirtoklás, meg ilyen-olyan passzjáték. Szépen álljunk vissza, aztán rúgjuk előre a kontrákból, fussunk el a szélen is, ami kínálkozik előttünk, lehetőség az kíméletlenül vágjuk be. Erre van szükség mostantól a hátralévő öt meccsen. Na, az örök ellenségeteket a Diósgyőr képviseletében, Emődi Zolit hallgassuk meg, mert hogy valószínűleg a Debrecent is úgy utálja, mint a szart. Csak így mondom. Nem, hát minket szeret. Nem szeretek senkit. Egyébként itt írják, hogy jó Diósgyőr kaliberű játékosnak örülnétek. Tehát Diósgyőr kaliberűnek mindenki örülne egyébként, csak olyannak, aki játszik is. Tehát, hogy van egy kaliber, csak ha nem játszik, akkor semmire nem mész vele. Ami nekem szemet szúrt, az volt, hogy a szurkoltáborok között nagyon nagy volt a különbség. Tehát, hogy a Debrecen az nagyon oda tette magát, én nem tudom most Újpesten mi van, hogy most bemennek, vagy nem mennek, vagy hogy ezt a, nem követtem most, megmondom őszintén figyelemmel. Nem volt bent a táborok. Hogy? Nem volt bent az újpesti tábor. Nem volt bent, hát akkor azért volt olyan gyenge a szurkolás, tehát, hogy az tényleg gyengusz volt, de a debreceniek oda tették magukat, tehát tartották a magukat a megegyezéshez, akkor ez, meg még a Tőzsérre térnék ki egy kicsit, hogy nekem annyira álszent volt ez a nyilatkozat. Tehát, hogy egy héttel ezelőtt vegyétek le a mezt, azt ő mondja a többieknek, hogy nem veszük le, most meg egy hét múlva már most nem vagyunk a mezre alkalmasak, tehát, hogy ez csak egy ilyen álszent duma volt a kamerának, biztos jól hangzott, de én abszolút egy szavát se tudtam elhinni. Viszont az nekem tetszett, hogy Novotnit felrúgta a végén, mint a disznószart. Tehát, hogy így azért jó magyaros volt. Tehát, hogy így, amikor már nem tudunk mit csinálni, akkor oda baszunk egyet valakinek, aki ott van előttünk, hát nagyon felrúgta. Tehát az semmi jelentősége nem volt a szitunak. Nem, amúgy, tehát egy ilyen teljesen, aki, ha a bíró állt volna előtt, akkor valószínűleg... Szerintem ki akarta magát állítatni jobb magyarázatot, én nem látok erre, tehát most... Miért rúgott volna? Hát egyébként úgyis utolsó meccsei, most, hogy eltiltják öt meccsre, legalább nem kell már melózni, mit tudom, igen, én mehet viszont... ki az építkezésre, és akkor így... Még annyit mondanék, hogy szerintem még az Újpest nem úszta meg ezt, tehát még nem lélegezhetnek fel. Tehát abszolút nem érzem úgy, hogy be lenne biztosítva a helyük. Vannak még kemény meccseik, amit azért nehéz lesz, amiken nehéz lesz pontokat szerezniük, és ugye a Debrecennek ott van még az ellenünk vívott hazai mérkőzésük, ami fix egyes, úgyhogy... Az Újpestnek még van egy Kaposvár meccse otthon a végén, szóval. Hát jó, oké, igen. Szóval, hogy még nem futott le, én még nem tudom az Újpestet leírni. Itt persze nyilván lépéselőnyben vannak, és csak magukra kell koncentrálni, és a saját kezükben van a sorsuk, de nem lesz egyszerű menet még ez nekünk sem. Jó, hát én azt gondolom. Na, szóval ezen a mérkőzésen szerintem egyébként így
Szóval a Debrecen volt a sokkal rosszabb, mint hogy az Újpest lett volna annyira jó. Újpesten most szerintem a csapat környékén igazából csak van egy lélektani plusz, ami valójában annyit jelent csak, hogy nincs lélektani mínusz. Ez pedig a Nebojša Vignjević. Az összes többi az, hogy most 4-4-2 vagy 4-2-3-1 vagy mit, ezeknek olyan sok jelentősége nincsen. Én azt gondolnám, annak azért talán van, hogy egy Zsótér azért csak kezdő. Nem biztos, hogy ott abban van jelentősége, hogy a pályán most ő felszántja a pályát és 372 gólt lő, hanem abban van jelentősége, hogy ez lélektani szempontból mit jelent. Tehát megint csak a lélektan, mert ennyi idő alatt egyébként egy edző nagyon sok mindent nem tud csinálni, ezt azért lássuk be. A másik pedig az is, ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért az egy nagyon kétélű dolog, és lehet, hogy így utólag igazat kell adnom már az ő szempontjából a Vignjevićnek, hogy nem feltétlenül szerette és szereti a magyar, illetve az újpesti kötődésű játékosokat meg végképp nem, mert ő nem tudott olyan pluszt adni, vagy legalábbis békén hagyni ezeket a játékosokat, hogy például egy Móci két gólt lőjön egy mérkőzésen. Ugye most két gólt lőtt egy mérkőzésen, és a bajnokságban ez volt a második gólja volt a harmadik, amit szerzett össze-vissza. És ezen a mérkőzésen egyébként a gólján kívül is jól játszott. Szóval azért itt vannak ilyen dolgok. Itt, hogyha a Rogán valamit tud tenni, azt majd csak akkor tud tenni, hogyha bent marad a csapat, és akkor majd így akkor így elkezd tudni építkezni. De hát ez közel sem biztos, hogy egyébként bent marad a csapat, mert azért elég nehéz mérkőzések várnak a társaságra. Én azt gondolom, hogy most annyiban van egy kis előny, hogy ez megint csak egy kis lélektani plusz, hogy most lekerült az a dolog róluk, amitől az ember lefossa a bokáját, és adott esetben leblokkol. De azt nem tudom, mert az ilyet az utóbbi időben nem láttunk, hogy mi van akkor, hogyha viszont alkothatnak. Hogy tudnak vajon alkotni tényleg? Hogy vajon tényleg képesek arra, hogy legyaluljanak egy ellenfelet? Most nyilván úgy, ahogy az Újpest szokott, tehát nem erőből, meg nem beledöngölve a talajba, de egyébként erre biztos, hogy nem képesek, mert arra nem alkalmas a keret, azt csak így mondom, hanem úgy, hogy finesszel okosba, és ezt most az okosba, azt most a pozitív értelemben mondom, technikás megoldásokkal, szép játékkal, biztos, hogy nem tudnak, erre nem alkalmas a keret. De ugyanakkor azért azt meg kell jegyeznem, Igen, ezzel kapcsolatban akartam mondani, amit a Zoli felvetett, hogy hát most az a szituáció, hogy visszakerült a régi címer, csak úgy került vissza a régi címer, hogy az itt középen van. Bal oldalon van a logó, mondjuk ezt. Az meg ez is milyen. A buditető. Tehát ugye egy olyan csapat lép pályára, mint két címer van. Egyébként, ha hiszek, ha nem, ennek ebből a szempontból én mind a két félnek, mármint az ultráknak, meg a klubnak is részben igazat adok, mert az ultrák azt mondják, hogy kerüljön le a buditető, mert az teljesen méltatlan, tökéletesen igaz. A másik pedig az, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az MLS-nek leadott mez kialakítás, logó, vagy nem tudom micsoda, az változtatható nagyon könnyen időközben, vagy nem. Ez egyik, tehát ez egy jogi kategória, ezt nem tudom, ezzel nem vagyok tisztában. A harmadik pedig az, hogy egyébként bőven benne van az, hogy ez is csak egy taktikai húzás a klub tulajdonosának a részéről, ugyanis nem az Újpest futballklubnak a címere volt itt középen, hanem az UT-nak volt a címere középen. Tehát ez egy nagyon fontos különbség. És itt valójában az UT-nak tényleg fel kellett volna szólalni azért, hogy hello, hello, ezt ne használjátok, ehhez nem járulok hozzá, azért, mert ez az UT címere, és nem az Újpesti futballklubbé, vagy az Újpesti futball, igen, ami nem pontosan ugyanaz. Akkor azért most, nem látszott. Igen,
Csak most az Őze úr, az Újpest, tehát az UT-nak az elnöke nincs abban a helyzetben, miután lehet, hogy inkább többet fog járni a mostanság bíróságra, mint a klubházba, hogy most ezzel úgy nagyon izmozzon. Úgyhogy ezek lehet, hogy ilyen háttérjátszmák részei, csak meg kell, hogy érzem, a szurkolót ez szóltól nem érdekli. És ez teljesen jogos, és innentől kezdve viszont nehéz a szituáció, ahhoz képest egyébként, hogy nem volt ott az ultra része a szurkolóknak, viszonylag szép számmal sikerült megjelenni. Én egyébként, amit láttam, tulajdonképpen teltház volt, hogyha lenegyedelem a bejutási lehetőséget, akkor valójában teltházról beszéltünk, és ahhoz képest mondom, hogy nem voltak ott az ultraink, ahhoz képest egyébként tényleg voltak dolgok. Én azt mondom, hogy én Újpestnek a központjában lakom, a stadion az kint van a Megyeri úton, de akkor adott a netem, amikor néztem a mérkőzést, és nem láttam élőben egyik gólunkat, vagy élőben, tehát nem, mindegy, én nem fog kimenni a mérkőzésekre, bizonyos kok miatt, mindegy, ez nem most nem ide tartozik, de én pontosan tudtam, hogy mi történik a pályán, mert hallottam a mi szurkolóit, nem a Debrecen szurkolóit, a mi szurkolóikat hallottam, úgyhogy Zoli, nem tudom, honnan vetted ezt az információt, hogy leszurkoltak minket, mert ez nem kis nyitva volt az ablak, lehetett hallani az új beszélőkóit. Nekem úgy jött át a közvetítés alatt, hogy amikor volt gól, akkor elkezdték mondani, hogy hajrá ute, de amúgy nagy csöndbe ültek végig. Tehát, szerintem a mikrofonozás megint... Nem tudom, lehet. Nem tudom. Figyeljetek, én nem tudom. Én nem akarok most ebbe így belemenni különösebben, de nekem én azért nem tudok ezt hozzászólni, mert ugye nem voltam ott, tehát én is csak a tévébe hallom. Mondjuk Tőzsérék azt mondták, hogy szerintük is jobban szólt a Loki tábor, de nyilván ők elfogultak. De jó, mindegy, most ezzel nem fogunk összeveszni nyilvánvalóan. Az tény, hogy csak azért hoztam fel ezt a címer dolgot, mert egyébként ez nem itt és nem nálunk fog eldőlni, csak beszélni kell róla időnként, hogy emögött ez volt, hogy nem voltak bent az ultrák, de szerintem nagyon-nagyon-nagyon túl sokat beszéltem, úgyhogy mondjátok és kérdezzetek, és átadtam a szót, és ígérem, eldugulok. Jósi. Bocsánat, én szerintem ezt a jogi dolgot elég lenne csak annyival lezárni a belgának, hogy van egy bírósági ítélet, amihez ő neki tartania kell magát, és ezt még az emelet sem bírálhatja felül. A másik az, hogy de hogy érzed, hogy az a nyomás alól felszabadulás lett az, ami miatt a három gól megszületett? Ez elég volt ehhez? Ez elég volt ehhez szerintem. Csak abban vannak kétségeim, hogy most a legutóbbi két győztes meccs után ez bármi másra is elég lenne, lesz-e vagy nem. Tehát ott én nem látom azt, hogy ez ki tud tartani még a hátralevő meccsekre. Tartok tőle egyébként, hogy nem. Már csak azért is, mert látom, hogy milyen ellenfelek jönnek. És jó, hogy a Kaposvár az utolsó mérkőzés, oké, tehát hogy így, és ott a labdarúgó akadémiát Bene Ferencről nevezték el, hogy most csak ennyit mondjak. De én azt gondolom, hogy ettől egy kicsit, most nem az eredményről beszélek, ettől egy kicsit több kell azért, mint amit láttunk. A három gól rendben volt, és nyilván azt nem kell megmagyarázni. De amit azért láttam a pályán, azért engem nem feltétlenül nyugtatott meg, mert példának okáért most nagyon elengedték azt a dolgot, most egy kicsit akkor menjünk bele, de nem akarok már sokat beszélni, hogy a labda kihozatal. Nem, amikor Banaihoz került a labda, alaposan segbe rúgta, azt majd úgy leesett adhok valahol, és akkor majd így történt valami. Ez most jól sült el. Azért, mert amit mondott a Balázs, hogy egy álló foci, egy statikus foci ellen ezt lehet játszani. Na de most egy Fehérvár, vagy egy Fradi, mennyire statikus futballt játszó társaság? De akár mondhatom a Kaposvárt is. Tehát, hogy azért itt ezeket látni kell, hogy persze, tűzoltásra most jó volt ez a két mérkőzés, de ez semmiféle biztosítékot nem jelent. Persze, bejebb vagyunk.
lejjebb vagyunk, és én azt gondolom, hogy amit a Fradi ellen láttam, amit az utóbbi két meccsen láttam, az alapján nem kieső. Ugyanakkor meg látom a tabellát, látom azt, hogy mi fog következni, milyen mérkőzések jönnek, és az alapján meg azt mondom, hogy hát marhára 50-50% ez a sztori még mindig. Én akartam beszélni, ugye, és akkor beálltam Jósi szavába, elnézést. Hogy, nem én, bocsánat. Hogy első, hogy a címerváltozása kapcsolatban, ugye nálunk is aktuális volt ez tavaly, csak szezon végén lehet benyújtani az igényt, hogy a következő szezonban más címerrel szeretnék szerepelni. Én úgy tudom, hogy ez így működik. A másik, hogy ugye fontos megemlíteni, hogy mindkét csapat tegnapi mérkőzés után, tegnap előtti mérkőzés után büntetést kapott. Az Újpest 200 000, még a Debrecen 700 000 forintot. Mindenki rakja, ahol akarja. Én úgy gondolom, hogy ez az én egyéni véleményem, de én úgy gondolom, hogy ennek a járványnak már nagyjából vége van. A szomszédországban tegnap egy majdnem 50 000 fős rangadót rendeztek a Partizán és a Zvezda között. Ennek azt hiszem nincs miről beszélni. Igazából... Nem a járvány miatt büntettek egyébként. Nem. Trágárság miatt. Trágár kifejezések miatt. Jó, azért mondom, hogy azt hagyjuk, mert... A nem megfelelő távolságtartás miatt a rendőrség indíthat nyomozást, és ahogy... Úgy sem lesz semmi. De egyébként én csak ezzel kapcsolatban csak annyit szeretném mondani, hogy én nem akarok többet a büntetésekről beszélni, mert ezek a büntetések, ezeknek semmi köze nincs ahhoz, hogy mi történik a meccsen, meg hogy egyébként mit szurkoltak, meg hogy. Ennek csak egyetlen egy szerepe van, hogy az MLS bizonyította a hatóság mi volt át. És az MLS egy hatóság, ként viselkedik, én meg azt mondom, hogy rohadtul nem hatóság, mert nem hatóság. És akkor kész. És leszarom ezeket a büntetéseket. Egyébként a klubok meg egyszer igazán megtetnék, hogy összefognak, és segbe rúgják a büdös MLS-t, és például az NB1, NB2, meg az NB3 csapatai egyszerre kilépnek a szövetségből. És akkor dugják meg magukat. Ahelyett, hogy a bíróikkal foglalkoznának, bazd meg. Így van. Hogy nem tudok 11 mezőnyjátékos van a pályán, menjenek be a francba. Még annyit akartam hozzáfűzni, hogy Simon Krisztiánt jó volt látni újra, hogy ilyen lendületesen és tényleg gondterhelten fotballozott. Hát az a gól, amit azért bevágott 22-3-ról, azért az parádés volt. 14-15-nek is jó volt, az nem volt. Igen. Hát, ahogy a szögben lőtte, legyen 18, jó? Szöget, igen. Találkozunk félúton. Tehát mindegy, az óriási gól volt, azért ki be kellett lőni oda a hosszúba. És hát én úgy láttam egyébként, hogy ezzel a Rogán óriási felszabadulás van a csapatnál, mert néztem az egyik tévécsatorna műsorát, ahol lehetett látni egy ilyen összefoglalót a mérkőzésre, és azt láttam, hogy a játékosok felszabadultak, látszik bennük a tűz, oda megy, megveregeti a hátukat, stb., visszaveregetik a hátukat, mindenki. Hát egy olyan tűzt láttam az Újpestben, amit nagyon régen. Egy olyan tűz, egy olyan nem lobbant be náluk, szerintem. Én úgy gondolom, az Újpestnek nem lesz ipakkérsési gondja. Tehát szerintem az Újpest fog hozni annyi pontot a maradék köpet, csak kényelmesen felmaradni. Az Újpest kéne nem fogja rótani. Ugye 40 pontot mondtunk, nem? Hogy... Hát én 38-at mondtam, és én ezt tartom is magam. Tehát szerintem nem lesz itt annyi körbeverés, hogy a 38 pont legyen elég a bemaradáshoz. Tehát az Újpest szerintem, hogy szereznék 5 pontot, akkor van 39 pontja, biztos már fog maradni az Újpest. Hát az Újpestnek most van 35, tehát... Akkor végképpen... A Kaposvár meccsen adjuk. Ezt akartam mondani. Kaposvár tegyük be, borítékolható. Nyilván. Azért mondom, tehát mi 8-nál többet nem hiszem, hogy szereznék, és hát hú, de optimista vagyok most, hogy én itt 8 pontról beszélek, tehát akkor lenne 39 nekünk. Tehát ahhoz kéne 2 győzelem, meg 2 döntetlen a maradék 5 meccsen, úgyhogy még megyünk Fehérvárra, meg Mezőkövesdre. Én el tudom azt képzelni, hogy az Újpest és Zalaegerszeg, hogyha egy olyan meccs lesz, lehet, hogy játszanak egy barátságos jó döntetlen, és kéz a kézzel megmarad. Mert hát ez is benne van. Utolsó előtti fordulóban. Nem tudom, de Kriszt hallgassuk meg, lehet, hogy erről is van vélemény. Először is a Norbi, amit mondott, ez a járványi jelzet, ez én is tudok csatlakozni, azt gondolom ebben a helyzetben szerintem ezzel már fölösleges, meg ez a háromszék kimarad rendszer, én azt gondolom, hogy él a saját véleményem, hogy szerintem ez hamar, ha ebben a bajnokságban még jó lenne, ha eltörölnék, azt gondolom, mert sokkal több ember még kimenne olyan meccsekre, amelynek tétje van, és én azt gondolom, ez már jelen pillanatban így fölösleges, hogy szomszéd országban például tényleg teltházas meccseket játszanak.
Szabolcshoz hozzá csatlakozva, én azt gondolom, hogy az Újpestnek tényleg áttakadt a gát, és most egy jobb focit tudnak játszani. Én azt gondolom, ez az Újpest nem olyan keretből áll, ami ne tudna egy attraktív, jó játékot játszani. Szerintem vannak olyan jó focistáik, akikkel komoly játékot tudnak azért tenni. Lásd Simon Krisztián, vagy itt van a nem is tudom, hogy kell, nem tudom, hogy kell pontosan ejteni, viszont őről olvastam héten cikket, hogy a holland Feyenoord nézte ki magának, és nyáron esetleg. Egyébként a játéka az nagyban hasonlít a Kipujéhoz. A labdához sok köze nincs, de kibaszottul tud futni, és a kaputól 3-4-10 méterre megszerzi a gólt. Mondjuk, hogyha 20 méterről kell lőni, biztos, hogy a Tungstramból szedik össze a labdát. Átlövi a célnapájára. Igen. Meg a bal hátvédetek, a Burekovics szintén ezen a meccsen tényleg jól játszott, visszanéztem a mérkőzéseteket. Szerintem az Újpest, hogyha most megtudja ezt a helyzetet, hogy egy kis luftot kapott, ki tudja használni, bár tényleg nincs könnyű sorsolása, akkor jó eséllyel bent tud maradni ebbe a bajnokságba. Visszatérve a Debrecenre, megnéztem a sorsolását, láttam, hogy még játszik otthon a Puskás Akadémiával, DVTK-val, meg azért néztem a Kisvárdának a meccseit is, hogy itt azért én tudjátok, hogy naív vagyok, és úgy állok a dologhoz, hogy nincs bunda, és nincs megegyezés, de félek, azt gondolom, nincs. Egy-két csapat lefogítni. Én azt gondolom, hogy egy-két csapat lefekszi, ha nyer egy pár meccset itt otthon a Józsgyőr vagy a Debrecen, akkor lehet, hogy azt mondom. De most kérdés, igen, hogy ugye játszunk azzal a három csapattal, aki a dobogóját megy elvileg, tehát a Kövesd, a Felcsuk, meg a Józsgyőr. Kérdés, hogy ki akarja ezt komolyan megszerezni. Akkor elhiszem, hogy van valami, hogyha ezt így mind megnyeri. De amúgy nem hiszek én ebben a dologban. De komolyra fordítva a szót, nem egyszerű a Debrecennek a helyzete tényleg, hogy megnézem a sorsolást. Meglátjuk, hogy most a Mezőkövesd és a Puskás Akadémia Felcsút hogyan tudja magát majd a Debrecen ellen felszívni. Tényleg nem lesz könnyű a Debrecennek a sorsolása. Ahogy mondtam, bocsített, hogy belekezdtem még, mikor nem a mi meccsünkről volt szó, hogy szerintem most a hétvégén eldőlhet a sorsunk. Bár már ezt mondtam két hete is, hogy ha a Kaposvár ellen nem nyerünk, ha Újpesten kikapunk, mindig ezt mondom, hogy akkor már vége, de most még mindig tudunk bizakodni, és még mindig van. Ha még most kikapunk szombaton, és matematikailag van esély nyilván, mert a pontszám még összejöhet, de én azt gondolom, hogyha most a Felcsútot nem tudjuk megverni itthon, akkor, és ha még rásul a Paks pontot szed az Egerszegen, hát akkor nem. Tehát lehet itt matematikai esélyekről beszélni, de ott már azért a lélektan az már nem adja ki szerintem azt, hogy itt ebből bármi legyen. Főleg úgy, hogy utána Erlandónak is bejött. Főleg úgy, hogy utána megyünk szerdán Székesfehérvárra, nem nyerni járunk a Vidihez, meg ha itt jönnek, akkor most van megszakadni a sorozat. Úgyhogy... Hát mi lehet, teszteljük a fiatalokat, stb. Bármi lehet. Lehet, egy pontot elhoztok. Hát, hogyha tudunk nyerni szombaton, akkor azt mondom, hogy egy pontot elhozhatunk. De ha most megint kikapunk, akkor az már annyira lélektani. A Felcsút meg nem fog háromszor egymás után nyerni egy lélekszem. Nem akarom elhinni. Ilyen kerettel. Az mit harmadik legértékesebb kerettel. Hogy nem fog ilyen gyenge játszani a Felcsút három meccsen egymás után. Tehát azt mondod, hogy jól fognak most játszani ellenünk. Én azt gondolom. Hát azért de mondom, melyik volt az a három meccs, ahol gyengén játszottak? Most Kaposvár, Zalaegerszeg, például ugye az utolsó kettő hirtelen felindulásból. És a harmadik? Mindjárt megmondom, kivel játszott. Hát előtt a Fradi ellenünk is szarul játszottak. Ja, és úgy lett egyet. De mi még szarabb. Ja, bocs, tehát igaz. A főnök születésnapján is elfelejtem. Fónax. Na, figyeljetek, akkor... Krisz, akkor elmondtad? Igen, ennyi. Igen, akkor viszont tipjáték. Egyrészt az előző forduló tipjeiről szeretnék meghallgatni Balást. Másrészt pedig tippeltetsz minket a következő forduló? Jó. Igen. Ugye múlt hétvégén a debreceni kontingens végzett a utolsó helyen, én és Csibó. Most fordult a kocka,
torony magasan Csibúval az elsők lettünk 12 ponttal, a Holt verseny ugyanannyi eltalált kimenetel, úgyhogy most javítottunk, Józsi lett a második 8 találattal, vagyis 8 ponttal, aztán harmadik helyen szintén Holt verseny Chris Norby 7-7 pont, aztán Szabolcs 6, és Zoli, te most csak 3 pontra voltál jó, ez kevés. Zoli, kapd össze magad. Megpróbálom összeszedni magam. Ez nem sok cserébe kevés. Jó, tippelt a Zoli, mint én. Lehet, ki kéne rúgni az edződet, Zoli. Lehet, hogy nem csinálja úgy, hogy nekem jó legyen. Na de akkor jöhet a hétvégi kör, 29. forduló, és akkor péntek este egy mezőkövest Honvéddal kezdjünk, Józsi. Mezőkövest Honvéd 1-1. Zoli? Az ő kövest Honvéd 0-1. Norbi? 1-2 a Honvédnak. Szabolcs? 2-0 mezőkövesnek. 2-1. Hát én ide 1-1-et mondok. Szombaton Fradi Kisvárda. Józsi. 2-1 nekünk. Zoli? 2-2. Norbi? 3-1 a Fradinak. Szabolcs? Szintén 3-1 a Fradinak. Krisz? 2-0 a Fradinak. Én is 2-0-át mondok. Aztán DVSC, felcsút, Józsi. Nem sértődő, meg ha ellenünk flippelsz. Nem kell PC-nek lenni, gondolj. Nem, 1-1. Mond. 1-1. Zoli? 1-0. Norbi? 1-3. Szabolcs? 0-1. Krisz? 1-1. És a 0-1-et, bocsánat, úgy mondtam, hogy tartok tőle, hogy 0-1. Tehát... Én még egy utolsó bizalmat adok a csapat felé, és 2-1 ide, azt mondom. Aztán ZTE Paks, Józsi. 3-1. Zoli? 2-0. Norbi? 1-2. Szabolcs? Na, ez egy X-es mes, gyerekek. 1-1. Krisz? 2-1. Szerintem is X-es lesz, és 1-1. Mindenkinek jó az eredmény. Persze. Aztán vasárnap Kaposvár Diósgyőr. Józsi. Hát, 1-3. Zoli. 1-2. Norbi. 1-4. Szabolcs. 0-4. Krisz? 1-3. Hát 1-2. Nem könnyű ezt a Kaposvárt megverni. És a záró meccs Videóton Újpest, Józsi. 2-0. Zoli. 2-0. Norbi. 3-1. Szabolcs. 1-1. Krisz. 1-1. Hát ez a két csapat förtelmesen szar meccseket játszott idén egymással, szerintem tartják a hagyományt, és egy erős 0-0. Nem lesz ennyi rossz meccs egymás után. és ez még csak a kezdet. Várjál, mennyit meccs a... Négy, az utolsó négy meccsen nem volt összesen 4 gól, nem hogy egy meccsen, mit raktam, jaj. Hát, Norbikám, hát erről beszélgetünk. Na de hát minden sorozat megszakad egyszer, úgyhogy mikor kaptatok ki utoljára? Mi? Fradi ellen. Na, hát akkor mi ez van? A veretlenség is meg fog szakadni, én csak PC voltam az egy-egyel. Tehát... Túl sok a döntetlen. De ha meg leadjuk a 3 pontot nektek, akkor viszont az Újpest bemaradt az NB1-ben. Akkor viszont nincs hát, több kérdés. Leadni nem tudjátok, mert de, az ja, nem, más a nexus. De... Tehát simán nyerjük a mérkőzést, tehát most nem fogjuk leadni, majd a hétközi meccsen leadja nektek más. Hát az a baj, hogy nekünk nem adogatnak pontokat, de hát tudjátok mit? Azt meg tudja. Na, szóval a lényeg, hogy akkor kibeszéltünk, megbeszéltünk, elbeszéltünk, rábeszéltünk? Akkor visszabeszéltünk esetleg? Na, akkor én ugye a házelnöki bajuszomnál fogva rám ruházott hatalommal élve, most
Én elköszönnék, ha Józsi elmondja a kötelezőt. Ha tetszett ez a videó, akkor persze, fölraktam a lemezt. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. A kis haranggal jelezzétek, hogy a következő feltöltésre is kíváncsiak vagytok. Kövessetek bennünket a social media oldalainkon, a Facebookon és az Instagramon. Olvassátok a semlegestérfél.com híreit. A többi bloggal együtt, az Amigélekénnel, a Lokomotív bloggal, amit mindig megakadok, illetve a többieknek a bejegyzéseit is. Aztán most majd hétfőn találkozunk az élő adásban. Hajrá, Ferencváros! Nem vagyok kommunista, vagy mégis, nem tudom. Jó éjszakát, mindegy, sziasztok! Sziasztok, hajrá, Lilák, és imádom az összes nihilistát! Sziasztok, jó éjszakát, köszönjük, hogy megnéztétek most a videót, ha szeretnék minket támogatni a lent található portfólió linken, vagy megteltitek. Hajrá, videóton, menjünk a stadionba minél többen. Jó idő lesz a hétvégén, úgyhogy tudjátok, mi a program. És egy jó sör legyen. Szevasztok, jó éjszakát! Egy. Köszönjük, hogy jöttetek, megint minket választottatok, minket néztetek. Én úgy gondolom, hogy hajrá, Diós György, jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok, szép estét nektek is. Hétvégén, szombaton este nagyon fontos meccs lesz, mindenki a stadionba. Ugye minden negyedik széken ülhetünk csak, de attól függetlenül töltsük meg a stadiont, amennyire lehet. Hajrá, Zete, hajrá, Kékfejrek, jó éjszakát, sziasztok. Köszi a figyelmet, és hát szombaton győzelem vagy halál, mindörökké hajrá Debrecen, sziasztok! Semleges térfél. Szurkolók a magyar fociról feketén-fehéren. Találkozunk minden vasárnap élőben. Keresd minket a Facebookon, és iratkozz fel a Semleges térfél YouTube csatornájára.